Mindjárt van, ahogy. Tehát, hogy most ugye elindult ez az olaszokkal ez a szál, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most így szervezgetünk ellenük, meg ők is szervezgetünk ellenük, feltételezem én, mert én nem is nézek streamet azóta, meg amúgy sem nézegettem olyan streameket, de most direkt figyeltem arra, hogy egy flashy klipet ne nyissak, meg egy flashy streamet se nyissak, meg véletlenül még beköszönni se. Köszi szépen, Vili. Úgyhogy történik itt az akciók egymással, az biztos, de már így is tudunk egy csomó mindent, úgyhogy megnézzük, mi történik. G2-ben mennyi forint? Szerintem ilyen 4000 forint, én megveszek körbe. G2-en megtudod egyébként. A felkérte G2-vel, meg el lehet menni a linkre. Felkérte a giveaway chat, nyereményjáték van, 2 darab szerencsés nyertes, húzhat majd be egy 60 óraig választható játékot, úgyhogy akit érdekel a dolog, felkiáltó jel, giveaway, segítek leírni. Ja. Ott igazából kb. 3 perc megcsinálhatok, aztán igen. Most megcsinálom ezt. Ez durra adunk is. Okés. Ja, meg ma... Hát annyi a lényeg, hogy ugye tegnap, aki nem volt itt, mert random időben volt a stream, szóval sokan nem voltatok itt, én feltételezem. Tényleg ilyen délután 4-kor kezdtek a random a streamet. Szevasz, Pály, köszi a tényes 4. korabot, köszönöm szépen. Szóval délután 4-kor kezdtek a streamet forradni videópontban. Kavicstól elbúcsúztunk, de viszont Kavics utolsó kívánsága miatt, és a Kavics utolsó kérése az volt, hogy még lövöldezzünk egyet, mint Fallen, és hát szétlőttük a rendőröket, úgyhogy tőlünk csak Doki halt meg, a rendőrök közben meg 20-an, és hát kiadták, hogy bárki, aki Fallen, és 3 óra börtönt kap. Úgyhogy ennek érdekében fogtam magam, aztán feladtam magam a rendőrségen. Mint Doni, kiadtam nekik pár információt, és így most nem akarnak megbaszni minden Fallenest, úgyhogy ja. Plusz a slot az még szeptember 13-ig kell lepörgetnünk a Wager-t, vagyis hát jó lenne lepörgetni addig a Wager-t, úgyhogy valószínűleg most lesz még jó pár slot a jövő héten. Plusz amúgy még mindig kaptok free spineket chat, aki regisztrál a Bitcoin oldalán, és begyűjti a bónuszt, amit kaphat a linkemen keresztül. Felkérte egy link, akit érdekel esetleg. Nyilvánvalóan ez csak 18 fel, meg csak felelősség tudatosan, de ott rá tudtok nyomni, aztán hogyha gyakorlatilag feltölt, 22 euró a minimum, amit fel kell tölteni, és 22 euró feltöltés után meg gyakorlatilag megkapjátok a 200 ingyenes pörgetést, úgyhogy érdekel az durányom, de tényleg csak olyanok, akik megfelelnek korban is. Hát vintage-et hozunk, mert nem akarom itt a... Milyen volt a 3 óra böri? Nem volt a 3 óra böribe. Az a durva. Csak ilyen, hát ilyen izéket csináltam, a börtönbe szedtem össze ezeket. Csak ennek kicsit, hát igen, utána meg magánzárkába vártam. De az én bónuszom is meg kell 190 eurót forgatni, de. Még az is van, igen. Tehát meg kell forgatnotok annyi gyakorlatilag, de ez igen. Tehát igen, 22 euró az kicsit, ja, az kimaradt félni, mert még kicsit tanulatlan vagyok ebben a témában, úgyhogy. Do you left Pakisztán? Hello. Persze. Szóval jaj, hogy néztek ki? Hello. Mint a buzik. Egymáshoz öltöztünk. Ja. Ennél még show is jobban néz ki. Hát jobban. Az ilyen. Na gyerünk, Danci. Nyomjad a linken. Nem. Öreg, nyomjad. Mint egy igazi pakisztáni. Pörgesed, Danci, pörgesed. Stylistoknál. Szervusz, Beton. Szevasztok. Miért ég az egész Tap City? Én is ezt kérdeztem. Lusikántor volt. Nem. Lustad levágni a füvet, ez inkább leégette azt a maradékot. Nincs is fű, amiről beszélsz. Jó, most hát nézzük, itt van. Fű. Az kicsit valahol inkább valami. Gaz. De nem áll meg. Kaszálni kell. Mi a fasz? De erre mondok, az nektek most nem. Azok nyírják. Szerintem Kalács volt, aki feküdt az egyik ilyen. Fíró, hogy... Ott van balra, Kalács. Hol van Doki? Azt a tején. Ott sétál. Akkor ő szállt előbb a mentő. Igen, ezt a Ridó, igen, Ridó a prospektünk, jól halljátok chat. Nem lesz, azt mondta. Mi, de nem basz már. Ja, vicceltem amúgy. Azt mondta azt. Megijed, gecin. Most hogy néznek ki ezek a prospektek? Amúgy tényleg nem roddák vagytok. Mint valami pohószok. Mi? Ez van. Hát nem rólad beszélek rá, hát nézel rájuk. Ja, hát ők tényleg pohószok. Stylistoknál voltunk. Nincsenek kordába tartva, az a baj, látjátok? Ó, tényleg jó, el kéne őket verni. Hozzatok meg egy ostort. Ti is. Prospektek vagy, nem velem viszelünk vagy. Ti vagytok, nem? Velem vagytok, prospektek vagytok. Hát ti koszosak vagytok, kis büdösek. Kalács? Itt van a JBL-je.
Igen, hoztad? A kedvenc dalod? Hogyne. Galás, te gyulladtál fel az előbb ott őzét? Lakókocsi tetején? És miért ég az egész tebb? Még mindig ég, hát ott lángol mindig. Nem hívunk tűzoltókat? Megvittem a tetőn, azt rám gyulladt minden. Hátul van egy izé, tűzoltó készülő. Zenét, pillanat. Akkor már intézem. Mi van? Gondolkodsz, hogy kéne egy ilyen slotos szoba, valaki megpörget itt a nagy izé freeze fényeket, akkor be lehessen küldeni, hogyha nyert valami komolyan. $6,000 Tudom, hogy van. Hát jól lát basztak titek, nem azért. Hol van az a tűzoltó készülő, mit mondtatok? Hátul van. Melyik hátul? Sok hátul van. Pontosan nem tudom, Dori tudja. Hát ott van Ja, meg tegnap elbúcsúztunk Kalácstól, nem tudom. Kavistól. Kalácstól. Kavistól. 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 Ezek után inkább ne is jött volna vissza. Itt van kapukban valami inges srác, és üzlet a baján. Itt egy business. Jó, mi? Hagyj égetni. Miért nézek ilyen? Öltöz már fel kolorba! Mi? Öltöz már kolorba, te idas! Még koloros tűzoltóruha is van, nemhogy azt venné fel. Egyik azt vette fel, legalább annyi esze volt. Vigyázzunk, már lát postás autó jön. Amit meséltetek. Hol vagy? Mi a fasz? Ja. Szép napokat az uraknak. Maga ilyen is. Üvezet. Men in black-es. Nem voltam. A szállító vagyok. A szállító? Maga hozta a nagy kalibereket? Nem hoztam a nagy kalibereket, uram. Most kezdem beindítani a magánvállalkozásomat. Nem adunk és, pénzt. Nem azért jöttem, hogy pénzt kérjek. Bocsánat. Nem csinálok ilyeneket. Olyan, azt akarom megkérdezni önöktől, hogy volna-e szükségük esetleg az én szolgáltatásomra, ami pedig nem más. Robi de Víz, köszi a Prime Asszem, köszi öreg. Ja, nem. Ha esetleg nem akarnak nagy felkeltést kelteni egy adott árunak az elszállításával A-ból B-be, azt én vállalom. 100 heavyt vigyél a vagosznak. Elviszem A-ból B-be, ami az autóm csomagtartójába befér, azt én átviszem. Igen, igazából minden. Hát sajnos az nem túl nagy. De viszont, hogyha értéket akarnak szállítatni, azt én szállítanám nagyon szívesen. Most jelenleg keresem az ügyfélkört, hogy ki lenne rá. Mi a garancia, hogy nem lopjál és lép le az utca? Az a garancia, hogy van egy adok telefonszámot, és hogyha nem kapja meg az árut az adott cég, én nem vagyok hülye, hogy ilyen szervezeteknek rosszat tegyek, mert nem akarom magamat megöletni. Nagyon egyszerű. Mondjuk tényleg nagy hülye lenne. Tehát, milyen szervezeteknek ezt kifejteni? Hát olyan szervezeteknek, mint például maguk, hogy itt az előbb egy kést vett elő, hogy szép fiú vagyok, azért megerőszakolna. Gondolom, hogy nem teljesen legális dolgokkal foglalkoznak, bár én nem akarok előítéletes lenni. Mi itt a béke emberei vagyunk, főleg Csoki. Én az vagyok. Ez a béke szitie. Azt elhiszem. Ez itt a béke kése, testvér. Béke kése. Jó, na, megértettem, uram, megértettem. Egy bombát szállít esetleg? Akár azt is elviszem, csak ne robbanjon rám. Hát időzítve lesz. Jaj, úgy is. Jó, meg is van egy feladata magának, uram. Itt a térképek fognak kezembe, itt mutatom az úrnak, beárok magam mellé. Van, figyelek. Igen, látja ezt a térképen, ezt a La Fuente Blancát? Itt nem messze innen, kicsit délebbre. Igen. Na, oda kéne menni. Igen. És a csomagtartóhoz oda menni, aztán ha talál embereket, ezt mutatni nekik. Hát, az a helyzet, meg hogy jártam azoknál az uraknál, de nem akarom magamat velük se megülletni, úgy, ahogy magukkal se. De mondja el, hogy ki küldik, az jó van. Érti? Azért nem magát fogják megölni. Persze, hogy csak a közvetítő tudja. Tudja, a postagalamb. Postagalant? Így van. Szállító alól nincs kivétel, hogy kinek küldi. Végül is, ez teljesen jogos. Robián, köszi a téleseteteket, köszi a reggő. Hát ez igazából súlyos kilométer. Ez tényleg a vége félszegete. Ez elég súlyos lesz. Ez súlyos lesz, ez súlyos ügy lesz. De közel. Na, ezt megcsinálja.
Akkor maga egy legenda. Hát uram... Még azt kérem, még beülök hátulra, hogy hallja, vagy valaki beül hátulra, hogy lássa az egészet. Á, az nem jó. Az a baj, hogy nem jön el. De hogy nem túl fog élni? Hát, ja, nem tudom, hogy túl fogom élni. Az már a maga bajom. Az pontosan, az már az én bajom. Hát, az az igazság, hogy nem az az első számú prioritásom, hogy... Meghalljon. Persze, ez nagyon fontos számomra, hogy ne halljak meg. Ez hanyadik a sorba? Hát, úgy lehetőleg az első. Aztán a második az, hogy a szállítmány elérjen A-ból B-be biztonságban. Itt a hiba, itt a hiba. Ennek kéne elől lennie. Jaj, bocs. Mit kéne szállítatni vele, csend ötletek? Az életem az mindenek felett. Pakoljuk tele droggal a kocsiját és hívjuk rá a PD-t. Hát ez így igaz. Hát nem akarom bántani, hát milyen kis kreatív ideje tesz itt magyarázza a dolgait. Megyetek már ilyenek vele. És majd ilyen nagy sofőr. Hát úgy gondolom, hogy elég jól tudok vezetni, aztán biztos van olyan ember, aki rá tud száfolni. Háztartást is? Hát azt nem. Arra nagyobb szükség. Áramot? Hát áramot vezetni, abban van egy minimális tapasztalatom, de azért nem vagyok benne profi, elboldogulok, úgy mondtam. Gumis ez ma nélkül kell. Jó kéne legyen, Scour. Azt nézzétek meg G2-től mindig, hogy olyan eladótól vegyétek, akinek jó értékelései vannak, mert a G2 az egy piac gyakorlatilag, értétek? Most hát akkor ezt nem vállalja ezt a leheltéri piacba, ott sem veszed meg a rohadt paradicsomot, a szarárust, hanem oda mész, aki a legjobb. Azt nézzétek meg mindig, hogy jó eladás van, sok eladás van és jó értékelése. Ananász. Egy ananászt. Törj szét a spagetti tésztát előttük. Ananászos lusztán. Földhöz kéne baszni ott a földre, lehet valahol szerezni annál? Régen lehetett szedni a szigeten, nem? Csak van nekik elfekvő. Pizzát, azt mondjuk, hogy pizzást tudunk venni. Valahol nem árulnak. Uram, lenne egy csomag, amit akkor berakom a csomagtartóba, de maga nem is láthatja a csomagot, jó? Hát nem is akarom tudni, hogy mit szállítok. Jó, remek. Akkor annyi a lényeg, el kell vinni a stripclubhoz, Vagosznak. Rendben. Azt mondja, hogy nyissák ki a csomagtartót, vegyék át, adják oda magának, amit át kell venni, aztán hozza vissza, amit kapott tőlük. Rendben, oké. Okay. Egy súlyt kaphatok az árúról esetleg? Nem. Négy. Befér a csomagtartóba. Jó, ha befér a csomagtartóba, én elviszem. Mondjuk uram, azért lehet kocsit kéne várni, mert az autónak nem sok minden fér be a csomagtartójába. Tudom, rajta vagyok az ügyön. Lehet befektetni a vállalkozásába? Hát, befektetni mindig lehet. Egy csomagokat most mondta. És a pénzt vissza fogja hozni, hogyha veszünk magának egy kocsit? Már nem fog megtörténni, csak felvetés. Nagyon remélem, hogy igen. Sajnos eléggé... Hát a tegnapi nap kezdtem el keresni az ügyfeleket, úgyhogy még nem nagyon voltak ilyen szállításaim. Hát maga nem elég elszánt, az a bajom itt. De azt kellett volna mondani, viszont... hogy természetesen meg fogja érni, urak. Ez lesz a legjobb befektetésük, amit ezen a napon piaci kofában. De viszont a számításaim szerint minden befektetést visszahoz, amit... Csúha, nem tudsz számolni? Hát az elég nagy probléma amúgy. Valóban az. Hogy tud-e számolni, vagy? Hát kicsoda. A Vagoszos? Hát nem, rakok fel egy kenyeret. Ki Vagoszos? Hát ahová viszi majd a csomagot. Attól függ, mennyire nehéz matematikai egyenlet, de... Ha megnézi az értékelést? Ez egyenleg lesz. Megmutatom nektek, várjátok, megmutatom, hogy működik E2-en. Na várjál. Addig gyors, pillanatra születedjék az IC-t, hogy megmutassam, mert... Lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy működik, és még nem is mutatom, hogy soha. Vagy lett volna, vagy úristen, milyen fehér a kép, jó ég. Szóval, itt vagy G2-en, igen. Mondjuk, én meg akarom venni a Fallout 4-et, itt van, Game of the Year Edition. Gyors, megmutatom, csak igen, Ridu velünk van. Szóval, rámész, ha betölt, igen. És itt látod az összes eladót, tehát mondom, olyan, mint egy piac. Itt látod, hogy mennyi eladásuk van, tehát neki 27.412, és 27.412-ből 100%-os értékelése van, neki 30%-ből 100%-os, tehát valószínűleg, aki 100%-os, az 100%-os, hogy nem fog átbaszni, mivel eddig 27.000 ember vásárolt tőle, és még soha nem baszott a senkit, vagy valami ilyesmi, és aki 95%-os, nálam már lehet voltak problémák, érted? Tehát nyilván lehet a legolcsóbbat venni, de van, hogy mondjuk 200 forint a drágábbért, van egy fix jobb eladó, akkor lehet jobban megéri azt vásárolni, de ja, ennyi igazából, itt lehet megnézni, de minden játéken így mentem, most átnyomok a New Vegas Falloutra, és valamiért nagyon nem tölt be minden, akkor itt is úgy látom az eladókat, szóval minden játéknál itt vannak lenne amúgy a dolgok, és ennyi, ja.
Menjünk is vissza RP-be. Sötétedek, oda néz. Na! Megmutattam ezt is. Ez a párfagyoritment, ez itt... Ez egy... Már mondtuk neki, hogy nem szabad megnézni, mi az. A súlyt mérik, hogy mennyi. Ja, csak súlyt. Ja, hát igen, nem. Alinjon valamit, alinjon valamit. Ez egy ilyen... Súlyra viszi. Ugye mondom, mennyi pillanat. Csak a súly nagyon kevés. Súly nagyon kevés. A súly és kilométer. A táv. Túl kevés. Súly és a táv. Nincs egy kiló. Jól van. Ha nincs egy kiló, akkor ez kb. Olyan... Legyen egy 4000 dollár összesen, úgyhogy 2000 oda, 2000-et előre, és 2000-et vissza, mikor nem visszahoztam az árut. 2000 kell előre? Főnök. Igen. Az a hülyének is megéri. Tudom, még maga viszi azért mi értékünket, érti? Hát most... Mi lelép a 2000-ben plusz azzal, még ami a csomagtartó van. Küldjem, vagy küldöd? Küldjed Diablo, alig van pénzem, elköltöttem autót a szerelőre. 636. Akkor küldöm szállítót, igen, szállítót RPG-zik, de figyeljetek, legalább valaki ezt is csinálja, én tökre élem, hogy az emberek ezt bemerik vállalni, meg még senki embert bevállalni az ilyet, úgyhogy... Rendben, köszönöm szépen. Reméljük, nem verik meg a magasztosak. Jó, sok sikert. Hát én is nagyon remélem, úgyhogy az összeggel, vagy a táskával igazából, ami jön, azt azzal jövök vissza. Jó. Ne felejtsen, nagy fallen küldte. A nagy fallen, megjegyeztem. Így van. Akkor további szép napot, uraim. Mikor érkezik? 10 perc múlva? Hát attól függ, hogy mennyi idő alatt pakolja ki a fallen, a vagosz a dolgokat, bocsánat, és mennyi idő alatt kapom meg a táskát, amit vissza kell hoznom. Telefonszámot kérünk. 97128, ha jól tudom. Igen. Jó, nevet nem kérek. Számot felé. Szállító. A szállító. Megvan. Rendben. Akkor mi hamarabb érkezem. Jó. Úgy legyen. Akkor tovább szép napot, uraim, és egy... Ha magádba minden jól is megy, akkor egy 15-20 percen belül érkezem. Szia, uram. Viszlát. Kelet felől. Na, birkadat. Asztalhoz mehetünk. Azt mondja a gazdasoknak, hogy menni fog egy csomag? Ne szólj, megnézzük. De oldja meg magától. Flashy, köszönítés egy évet, te jó ég, kösz szépen. Ja, csak lehet le fogják lőni, mert... Nyomd nézd ki a streamet, hogy kontrolatok lesz. Nem jó szándékból. Hát csak nem. Szólok a vagosznak. Hát, nem tudom, hogy jobb lenne, nem szólnánk. Igen, az úgy kihívás. Oldja meg, ja, itt túl egyszerű ezt a szó. Istenem, diabban. Érted, nem jön vissza, Max Bogu 4 zsákat, hát ki a fasz érdekel. 5 zsákat, meg egy kenyeret. 5? 5 zsákat. Abból egy napig eldrogozom. Mások amúgy úgy elküldték volna a halálfaszára. Hát ja. Mert mi? Nem jó, hogy ilyenek az emberek. Velünk beszélni többen is. Igen, hallottam, igen. Hát még azon kívül jelentkeztek páran. Ja, mi? Még azokon, még igen, több ember? Igen, még felül. Hú. Első dolog. Kalács. Kalácska. Két prospekt kalács. Azonnal menjen kezdje magával, amit úgy nézek itt a bohócok. Aha. Rólatok van szó, csak jelezni. Ez a borjuha, két borjuhajú mennyi. Segített? Hát továbbra is. Mondjuk ez a csirkés felső hasítás. Ah, igen, pont ezt akarom mondani, hogy Show Tristin úgy szintén. Ez se jó? Jó, akkor is felszám. Pakisztáni ruhán. De a kalap az maradjon. Te jó lenne, most biztos, hogy jönnél. Uram, tisztelettel. Igen, viszlát. Baszott prospekt. Na így azért már komolyabb, nem? Hát nem. Mellett küld a kalács, hogy visszajött. Mi? Ja, nem, Kavics lett, Kavics ment el, nem Kalásna. Azt hittem, ma megint vissza. Na, Doki, mi a pálya? Mi a fasz van amúgy a többiekkel mostában? Nem tudom mit, elmúlt... Most oké, itt izé Cooperék, azt tudom, hogy... lakást váltak, mert most költözünk be Sandybe. De azon ki, mi a fasz van az emberekkel? Mi van Royal? Van egy Jacksonunk, Kai, nem tudom. Kai mondta, hogy dolga akadt. Igen. A postás, mi az a pizzás csávó, vele mi van? Hol a fogalmam sincs róla? Én semmit nem tudok. Jogó nincs most, tudom. Shaft? Ja, a raj az ötödikig szabadságon. Ja, akkor jó, akkor öt ember van szabadságon akkor összesen, ugye? Jó, igen. Meg költöző, jó. Akkor megértem, jó. Akkor jó. Fasza. Na, Doki, mi a pálya? Mesélj. Hol kezdjem? Mivel kezdjem? Mindennel. Csak az elején. A fontos dolgokkal.
Alakul a helyzet, beszélgettünk itt-ott, jó sokat. Miért van rajta a baszk az asztalnál? Az már csak rajta maradt a motorozás után. Jó úton haladunk, azt kell mondjam, szerintem itt a dolgainkba. Ez nagyon remek. Ki akar velünk beszélgetni? Hát a robosok. Kéne beszélni a szürkékkel. Meg a drága sziget. És le is vannak beszélve ezek? Egy nincs. Szürkéket nem értem még el. Izért kell, Gino-t kell hívni. Hallod, Show, hívj már fel. Hívtam, csak nem vette fel akkor, amikor hívtam. Hát, megnézzük, hát most felveszi. Ezen kívül mi van? Ennyi. Bárki másnak valami? Itt visszavehetnénk a rendőrök lövöldözésébe. Egyetértek. Leültem mindenki helyett a kurva büntetést. Még egy rendőr le lesz lőve, fejbe lövöm azt, aki a kihallgatóba öl meg 4 rendőrt. Jeremy nincs itt, de ez kritikus. Mondanám, a kihallgatóba lőtt 3 rendőrt, Kalács még kit elütött egyet, majd Jeremy leugrott a tetőről, és nem nyitnék, nem jött ki az ejtőernyő, és kóvába került. Kalács, kérem magamnak, átmegy rendőrautón. Hát ja, csak ott mellett egy rendőr, aki szintén átmentél. Mehetünk oda hozzájuk. Mikor lettünk ilyen hülyék, bazd? Mikor? Ja, de most én leültem, mindenkiért a büntetés, de ha nem akarjuk a faszerdőbe nyitott szájjal menni, meg kitágított orjukkal, akkor hagyjuk abban a rendőrök lövöldözését, mert semmi jó nem lesz belőle. Főleg, hogy beleszólhatnak ezzel a terveinkbe. Elég keményen. Igen. Én nem azt mondom, hogy ha lehet, aki lelő egy rendőrt megint csak úgy valami random hülye okkal, az hát majd leleve ména. Azt, aki lelőtte a rendőrt, az csá. Meg van oldva. Jó, mehetünk a szürkékhez? Mehetünk, mondom, hogy mehetünk. Jó, de ordítsen. Nem ordítok? Fajon fizé. Feszült. Lélegez. Szaszgilasz csőcső, sáv Dani a cső, mindenkinek sziasztok. Meg nekem azt mondták nekem a rendőrök, hogy a Vacsersz az Fallenes túlszakat ejtett tegnap valami jachtos bulin. Arra mit tudom? Igen, Connort meg Coopert. Connort. Az a kérke. Hogyhogy? Hát szerveztek valami bulit, volt. Annyit tudunk, hogy szerveztek valami bulit, és hát akkor ezek szerint ott lettek túlszak, de én kaptam egy üzenetet Wengwengtől, hogy semmi bajuk nem esett, és nem vettek el tőlük semmit, nem bántották őket. Ja, már kellett előtenni a fegyvert. Show? Nem dolgozik. Most dehogy nem csináltak velük semmit, csak tudom. Picit üldögjel. Nem mondtad. Normális vagy. Nem mondtad. Hello. Tankolok! Cső mindenkinek, sziasztok, cső! Na, felkérdek a giveaway, aki még nem lépett be, gyerünk, chat! Új nyereményjáték van, őszre egy hétig tart még egész a chat és streaming. Gyerünk, lépjen be, aki szeretne nyerni. Plusz ne felejtsétek, hiszen vasárnap, kereken egy hét múlva, 10 órás charity stream. Nem bírok rádiózni. 10 órás charity stream, ahol szintén lesznek nyereményjátékok, úgyhogy majd mindenkit vár a sorsos szeretettel ott. Mit kell élni? Felkérdő gépevei, de most írtak belőttük kb. 10-en. Ez a nő soha meg nem tör. Kérvényezném, hogy be legyen tiltva ez a zene szám a klubba. Siréna? Meg. Siréna? Egy pár. Nyerünk ki amúgy. Gyerünk. Ó, ez valami üldözés. Ja. Ez megint valami verseny. Húha. Ajajaj. Level, ha szekítünk. Gabaranjunk majd itt a lelágazásba. Még valaki be van ragadva. Igen, ugye hát a rendőr megy utána. Valakit egy... Itt várok, akkor izén a kokó leadó beforduljanál. Itt megvárjuk, majd felünk sorba. Melyik szerven vagyunk? Nightfall-on vagyunk. Mindig ott jártok. Csősár, csőső. Csőcső. Drága Show Disney, csak ne illessük a rebelzeket jelen semmilyen felzővel, jó?
Ha lehet. De melyik ne? Csoki. Hát, mert jelenleg sok múlik rajtuk, mondhatjuk azt. Doki, hol vagytok? Mert most írjuk, mert itt álltam. Kokoládó előtt állunk. Ja, kokoládó előtt. Akkor megvárunk. Megvártok, köszi. Téged bármikor. Jaj, de köszi, köszi, köszi Noah. Milyen érdekes, hogy összehozott a sors minket újra. Ne is mond. Én nagyon örülök neki. Ha, gondolom ennyire. Tényleg. Mesztelennek értem. Ha nem így lenne, nem mondanám. Leg. Ne, lekapcsolom a lámpát. Ez a baj, diakból lekapcsolod. Amúgy tökre passzol a fősöd a motor színéhez. Ehhez a narancsod? Aha. Hallod, Sordig, meghallgatjuk Pakisztán himnuszát? Aha. Köszi. Meg vagyunk, vagy nem? Meg vagyunk? Nem, még nem, még nem. Még jövök. Az baj, ha hánynom kell Pakisztántól. Ez majd nem sírnak hazám. Pakisztán himnusza. Ez zaj. Indulhatunk amúgy? Hát már rég. 500 méter ott vagyok. Mester, rádióban nyomtad show? Aha. Úristen, bassz meg. Ez rádió. Jó, nagyon rossz volt, nagyon rossz volt. Hát ez szomortalán ez. Ez egy Pakisztán himnusza. Amúgy nem azért, de jobb, mint a kisapám. Hát annál minden jobb. Igaza van. Kisapám. Ne. Mi az? Mi az? Mi az? Álljatok! Direkt ránk húzta. Kurva! Az a jó, hogy legalább szerelő voltam. Tud segíteni. De múltra is elütött valamelyik valakit a szerelő. Vadállat, benízesek! Jó, ez én uram, lát maga a szemétől! Teljes mértékben. Azt mondok, ez a bátya való? Az összes. Van otthon, vagy négy lefüstölt motor. Majdnem megölt a barátunkat! Megvan mindenki? Megvagy? Bocs. Hát gyertek a szerelő. Kényes szerelés mondjuk. Ja, jó lesz egy szerelés. Jó, ingyen szerelés mindenkinek. Az még évig itt fogunk állni, hogyha ingyen szerelés mindenkinek egy szerelővel, úgyhogy haladjunk. Ki az, aki ott bent szaladgált tőlünk? Jackson. Telefonon. Jó, akkor haladjunk, ne szereltessünk. Csak akinek kell. Kifli visszajött, így van. Kifli, Ridu, a két végé líder. Nem tudom, emlékeztek-e, pont múltkor ezért nevettem egyébként azon a klippen. Van az a végé búcsú nevű klip, ahol pont Noah meg Esztebántól búcsúzunk el, és ők ketten most a prospektjeink, úgyhogy... Igen, Noah amúgy volt, úgyhogy hamarabb is jön a fallembe. Meg Ridut hetekig győzködtük, hogy jön a fallembe, de végre beadta a derekát, úgyhogy... Reméljük élvezni is fogja hosszú távon is. Szia Csanna, szia Gerix, cső, mindenki, szia Szentsi. Nagyot ment volna, hát én szerintem nem ment volna nagyot, ha Esztebánként jött volna, mert most hogy néz ki, hogy a Fallen meg a végé, a két nagy frakció, akik szövetség voltak hónapokig,
és a végén líder egyszerre egy Fallen Prospect lenne, hát az elég fura lenne, ha nem azért. Ridu Esteban, igen. Hála az égnek, még nem volt olyan, hogy nem vettem volna föl a telefont. Kicsoda? Felvenni fölvette, csak... és hát úgy volt, hogy valami keresztbe hívott szerintem, aztán siket volt a vonal. Ki kéne rakni az új Insta képet, de mindig elfelejtem amúgy. Már egy hete ki akarom rakni, de még mindig nem sikerült. A mexikóiakkal. Sisi, abba hagyni. Ez mexikói szív volt. Cazzo! Pizza for Monkey, tudod az van ráírva, rizsztelentős pizzát, hogy felszem volt patrönt. Mehetünk. Valaki hív. Ki hív? Szike hív. Ó, Magosz. Ó, Zoli, Szike vagy. Szevasz. Na, ide jött valami Jürge, hogy elvileg tőletek, vagy ti küldtétek valami. Ez a kanadai. Hogy váltsuk föl nekik. Ja, ezt csináltuk meg. Valami szállítócsávon ki akartuk próbálni, hogy működik. Jó. 85. Aztán inkább rákérdeztem. Jó. Hát adj gyerek neki a pénzt, ez remény nem lép le vele. Na, husz. Csücsű. Azt most összegyűltünk már egy páran, ahhoz képest, hogy öten... Hallott Hugo, te most nem nyaralásom vagy? Hazajöttem. Ja már izé... autó ma megint. Megint jön a vadállat szerelő, vigyázzatok. Csák Sony. Mi? Semmi. De jó vagyom, hogy a telefonomon indul a zene. Tényleg komolyan nézünk ki. Elmegyek a sor hátuljára, menj előre, Doki. Még ezt nem akarod látni, amit én látok itt. Mi a ja, ennyire rossz itt a helyzet hátul, vagy? Na most már viselkednek. Elmarad a Kaleo koncert? Ne már! Hát amúgy ettől félek én is, hogy most a Szürianpavon megyünk amúgy még ilyen komolyabb bulikba. De az, hogy az október vége, hát az... Én bár mindenhol azt hallom amúgy... 20 félet a frakidecénk. Mindenhol azt hallom, hogy október végére már be fog ütni itt a negyedik hullám, ez vége lesz mindennek, de... Én reménykedek, hogy az oltás az majd itt... Counter-elít a lezárásokat. És érted, csak nem azért oltatta meg át a fél ország, hogy utána ne érjen semmit. Arra fordulunk. Olyan zárás nem lesz, ami még nem volt. Ja, Gábor, te ebbe dolgozott, tényleg. Hát én igen, azt azért is hallottam sok helyen. Én, hogy a tippel nem kéne, amúgy nem szeretek erről beszélni, mert erősen politika is, de lényeg a lényeg, nem most azért beszélek róla, mert amúgy le is szarom, csak nyilván mindenki szeret menni helyekre. Szóval szerintem, én amit tippelnék, az az, hogy megint kell majd maszkot hordani, legalább boltokban, amíg utcán nem is, boltok tömegközlekedésen biztos, meg szerintem mindenhova védettség kell majd, ahova csak kérhetnek oda, mindenhova védettség kell majd, szóval én ezt tippelném be amúgy. Elkezdik Gábort kérdezgetni. Ugye azt, hogy szerintem nem is mondhat el pontosan dolgokat, az szinte biztos. Ha meg el is mond valamit, akkor az meg biztosan nem jár publikus.
majd jobbra fordulunk. Azus. A szép volt. A szép volt. Ó, valami szebb parkolást szeretnénk látni. Mutassad a gondolom milyen. Ott fönt, akkor vagytok ott, parkoljunk le egymás mellé. Ide. Több hely van amúgy. Mondom. Az autót lehet, ne törjétek össze, mert már hisztiznek érte. Folyton Pistike. Szevasztok! Na csumi! Mi a pálya, mi a pálya? Csá! Minden szart a sorlatok. Minden probléma, és nálatok? Miért minden probléma? Mi történt? Ja, köcsögök a rendőrök, köcsögök a serifek. Ja, mint egy ilyen ismerős arcot láttad, te voltad benne a PD-n az előbb, nem? Ha, találkoztunk, ja. Két és fél óra, tesó. Állítólag megöltem egy rendőrt, de én nem nagyon emlékszem rá, sőt egyáltalán, hogy aznap rendőrrel találkoztam volna, na mindegy. Elég komoly. Ja. Na mi a pálya veletek? Hát, nem sok minden történt, mióta találkoztunk igazából. Majd lehet szeretnék egy ilyen, hogy is mondjam, szűkebb köri beszélgetést. Doki, jó, mondtasson. Doki, meg én, meg Dördög, Gino, meg Diaz, aztán a többiek addig itt elbeszélgenek hát egymással. Hát itt Pongyor is jön, mert ő is úgy. Na mindenki ki akarsz engem hagyni a buliból. Hát mondom, hogy jön K is, de nem láttuk napok óta sajna. Ajaj. Nem történt vele semmi. Elvitték a kurvák meg a drog megint. Lehet. Ja, hát azt jól tették. Azt jól tették, legjobb. Levente, köszi a tírést! Gyertek akkor! Na akkor menjünk. Többiek addig itt beszélgessetek itt a többi baráttal. Szép napot, hölgyem! Pistikével főleg! Halló, jaj, kezdődik! Kifizetjük velük akkor azért a motor. Hát az lesz utolsó, amit kérni. Jó, mondja. Akkor betétlapot hoztál. Akkor ezt meg kell jönni. Mi rögtetsz, kiskancsú? Meg ki kell fizetni, tudod? Ja, hát persze. Ott csak elmondtam, hogy a Brooklynnak, a tesócsajnak leszántás a csávója, úgyhogy őt oldhatják most szarra. Leszántás? Ja, ilyen muertas fuertas. Paliát majdnem megöltem, geci. Egy, na mindegy. Nem tudom, emlékszel itt, de beszéltünk Gino itt pár napja ezekre a dolgokról. Ja, tesó. Igen, igaz, pont egy 24-re az döntött, csak azóta elég sok minden változott. De azokra inkább Doki tud mesélni. Vagy nagyon, hogy kivontak azon, hogy... Doktor, elvesből minket, tesó. Ugye akkor még az volt, hogy még mindenki az olaszoknál van, mindenki az olaszok pártját fogja, sokan legalábbis, és hogy nem tudjátok, hogy nem tennétek kimelé pártot, meg hogy maximum Ronin szavasatnátok, ugye, mert a vangékat nem szeretitek. Hát ja, azóta mesélték a srácok, hogy volt jakton valami klub, vagy klub, na a buli, és ott vangék nem bírtak magukkal, és mindenkit túlszulejtettek, szóval azóta sem lett szimpatikusabb. Hát arra mi is hallottunk, igen. Ő veletek velünk is. Hát nem, két emberünk ott volt tőlünk is. Ez mi a faszom? Mármint az autó veletek. Hát ez ki, ja, ki a fasz? Ez mi? Nagyon jó kérdés. Nézzétek már ki az autóba. Rasta intézmény. A szállító. A szállító. Azt akartam, hogy mi ez a szállító, tényleg. Veletek van? Hát ez valami csávó, aki mindenki az oda megy, hogy vissza nekik abba véve cuccokat. Megijedtem, azt hittem Sergiohoz. Én is azt hittem, valami olasz. Igen, az jó, tényleg jó lett volna, igen. Na, ugye, hát nekünk is ott volt két emberünk tegnap, hallottuk a dolgokat, történéseket. Viszont a lényeges rész ugye itt az üzletben, hogy hát sok embert megkerestünk, sok szervezettel beszélgettünk itt a napok folyamán. Sok helyről kaptuk azt a választ, hogy az olaszokkal ők sincsenek megelégedve. És hát, igen. Az a kérdésünk, hogy akkor nektek mi a döntésetek itt a témában? Egy pillanat. Monami üdvözölt titeket meg, aki felgyújtotta az autóját a Vagoszból. Azt írta, hogy megöl mindennyiunkat. Na mindegy. Na, sok szóval... sikert. Hát Nem küldtek neki koordinátát többiek tapsa. Valamit valamiért alapon vagyunk, tesó. Tehát beszéltünk itt bizonyos hűföldről. Ja, beszéltünk a Ronin-szarról, azt mondták, hogy őket nem érdekli, azt mondták, hogy ők nem is nézik nagyon, mert csak úgy rá van mondva, hogy az övéké, de azt beszéltük meg velük, hogyha ti hozzájuk viszitek a jelöletlent, akkor nyilván kaptak kurva kedvezményes százalékot, plusz pár, mint meg lehet velük beszélni.
Tehát akkor, hogyha ti benne lennétek úgy a dolgokban, hogy akkor a fűföld a tiétek, most ők tényleg azt mondták, hogy őket nem is érdekli egyáltalán, meg hogy ők amúgy is a kólát szedik, szóval a fűföld igazán is sok közük, de akkor lebeszéljük velük azt, hogy fixer, akkor hazaik viszitek a money-t, és akkor cserébe meg a fűföld, meg fixer a tiétek. Akkor az úgy deal lehet, mert tényleg azt mondták, hogy nem érdekel, csak akkor még nem volt annyira tisztá, hogy most így mit szeretnétek kezdeni itt a drogföldekkel. Hát igazából, mivel nincsen bizniszünk, nekünk kénytelenek vagyunk drogot szedni a mai árak mellett. Itt most nem csak a fegyverekre értem, hanem akár szerelés, meg minden ilyen fasság, tudod, Dani? Hát kurva drága minden, igen, persze. Hát, szóval rablásban nem tudunk megélni. Ezzel kapcsolatban is lenne egy jó ajánlatom. Na, figyelj, Doki. De a fegyverekkel kapcsolatban... van egy ilyen lehetőség, hogy tudtok jelöletlenbe fizetni. 78,5%-os, valamint egy 78,5%-os mosást kapnátok, csak annyi, hogy nem pénzt kaptok, hanem ugye fegyvert kaptok abba az árba, magyarán, ja, ezt a 11,5%-ot rászámoljuk a fegyver ára, rendeltek. Bongyor, ez mit jelent meg? Én se az, hogy mi én se értem, tehát én pedig én nem vagyok gettós. Doki, mondd nem magyarul. Minimálissal, viszont jelöletlenbe oda tudjátok, vagy jelöletlenbe tudjátok fizetni ugyanúgy. Ez jó hangzik, mondjuk tesszük. Ja, nem kell kimostatok azt, hogy a fegyvernek tudjátok venni abból. És kb. Kaptok egy 80%-os mosást. Azt nézzük. Ez tényleg jó hangzik amúgy. Hát figyelj, igazából bárhogy döntöttünk volna, tehát a fegyverbiznisznél biztos, hogy nálatok maradunk tesszük, az egyértelmű, mert Rebelsbe, hogy mondjam, tehát hagyjuk inkább, a La Santa-ba meg én egyáltalán nem bízok. Én ezt mondom, miért utálja mindenki a Rebels? Miért ennyire szarok? Vagy én nem tudom, mi van. Én azért utálom tesó konkrétan, mert egy beszóló volt olyan, hogy egy beszólásért, vagy két beszólásért, vagy esetleg azért elloptuk az egyik kocsijukat, ide helikopterrel meg Audi RS6-tal jöttek be, és lelőttek mindenkit. Például ilyen apróságokért. Vagy volt olyan, hogy adtunk neki pénzt, hozzanak fegyvert, aztán visszaadták a pénzünket. Visszaadták a pénzt, hogy ők nem hoznak fegyvert. Az igen. De most már nem, most már így, hogy mondjam, most már így nem azt mondom, hogy jobban vagyunk, hanem kezdenek nyitni felénk, csak hát ezek után mi nem fogunk velük üzletelni, érted? Az a baj, most így mindenki, eddig bárki beszél, mindenki azt mondta, hogy Rebels szóba se akarnak állni, szóval valamit nagyon elronthattak. Hát? De akkor a kutya se vásárol tőlük, de az olaszok, hát hogy igen. Hát azt nem tudom, tesó. Nekik elmondták, akkor oda mentünk, megkérdezték, hogy kivett fegyvert, az elmondták. Aha. Pénzmosás meg akkor szívesen átviszük a Roninshoz, tesó, ha gondolod, meg ha ez így működik. Hogyha tényleg így lesz, ahogy mondtad. Jó, figyelj, most feljövöm ezt a izét, a csávót, akinek megvan annyi, a száma. Annyi, hogy pont ma voltunk mosatni Sergio-nál. Tehát, hogy ma vittük el, tehát most nincsen. Hát figyelj, ahogyan te is mondtad, ugye egy ilyen valamit valamiért, akkor az a kérdés, hogy akkor ténylegesen ezt az ajánlatot megadjuk, ezt a 78,5, sőt, ha ugyanakkor még egy kicsit följebb is tornázhatjuk majd a jövőben. Uh-huh. Ez minden csak a kapcsolaton múlik, de akkor Sergiohoz akkor ne vigyétek a jelöletleneteket, ez a kérés. Ja. Jó. Oké. Okay. Ez viszont, visszajön még, aztán többi meg a Ronishoz. Én nem fogom elkezdeni hátba szúrni Sergiohoz sem, tehát az bizniszt, jobb bizniszt adtok nyilván, de attól én még nem fogok kiadni róla infókat, meg ilyenek. Ja, de nem is szükség. Kérünk. Annyit kérünk, hogy ezt sem mondd el neki nyilvánvalóan. Ez a mi dílünk, nincs köze hozzá. Magától mondta igazából, kérdezte, hogy Doni nem keresett téged? Ma mondtam, nem, miért keresett volna, már nem kell fegyver, meg minden. Azt mondta, hogy hát már minden szervezetet felkeres, Doni érted, hogy máshol mosassa. Tehát, hogy... Mondjuk az amúgy elég nagy kabom, mert titeket kerestünk fel, meg a Roniszt. Hát ez érdekes. Nem minden szervezet ezek szerint, hát csak izé, paranoiás már az öreg. Á, lehet. Meg jó, akkor legyen így, akkor díláltunk. Felhívom a Ronin-t. Segítettetek a Cripsnek, vagy valami Crips-szerűségnek, azt mondták. Van Crips? Cripsnek. Van Crips a városban? Igen, de segítettünk, az nem tudom. Igen, vagy segítettünk nekik. Vagy lehet, hogy csak tőletek akarnak fegyvert venni, vagy valami. Nem is adom is tudok, hogy van Crips. Hogy ha szeretnének ugye rendelni, majd meg ilyesmi, érdeklődtek az árakkal kapcsolatban, és akkor megbeszéltük azt, hogy adnak egy kontaktot, meg én is adtam nekik egyet. És hogyha akarnak venni, akkor majd keresnek. Uh-huh. Ebben maradtunk. Mert ti mit hallottatok, hogy milyen segítség? Nem tudom, itt magyaráztak össze-vissza, igazából elég, hogy mondjam, telefonkodigyos kezdők, úgyhogy mi most azt csináltuk, hogy adtunk nekik nemzetére cuccokat, meg
elveszük tőlük a zsákokat, meg ilyenek, és akkor majd mi beváltjuk, hogy nehogy rossz helyre menjen a pénz, értette sok. Ha, gyors, feljúvom ezt a Rolinszos tagad, megkérdezem tőle, meg fel is találkozni, hogyha... Kilométer hiányban van, van is meg lehet. Vegye föl, mikor azt elfogom azt én. Hello! Ciao, ciao! Na figyelj, itt beszéltünk ugye arra a szürkés dírről. Na most itt a szürkék belemennek, hogy hozzátok vigyék az összes piszkosokat, egy feltétellel, mert ugye mondtátok azt hiszem, hogyha jól emlékszel, hogy titeket amúgy se érek annyira a fűföld. Hát igazából nem nagyon. Tehát annyit szeretnék, hogy az övék lehessen. Tehát mert ők, nekik nincs is, hogy az tök jó lenne, ők azt őrizgetnék, meg ahogy hallottam, ti úgyis amúgy kólát szedtek a nagy részbe. Nem tudom, hogy hogyha azt átadjátok nekik, mert nem mint amit mondtátok is, alig vagytok ott, de hogyha belementek, hogy az övéké legyen, akkor hozzátok visznek mindent innentől. Jó, persze, szerintem ezt meg tudjuk beszélni simán. Jó, akkor mondom is nekik, aztán akkor jó. Viszik is majd. Oké, és köszi szépen. Jó, hello. Csá. Na, easy, easy. Miket kihozunk ebbe a chatnek? Miket kihozunk? Jézusom, Ebeni, köszi a tíres fél évet. De jó éj. Köszönöm szépen. Tudom, hogy a narancs panda, vagy mi a tököm az... Még mindig le akar lőni. Vagy mi a tököm? Ki hív? Nem is találkoztunk a velük. Halló? Alá. Nikolász vagyok a szigettől, szi? Szi? Nem tudom róla semmit igazából. Szi. Nikolász. Egyszer talán láttam. Igen, vágom, izé, Rodrigo spanya, tesója, unokaöccse. Rendben, igen. Beszéltem tegnap a folyamán Kájjal, hogy mai nap szeretitek velünk beszélni valamiről. Igen, Dokival mindjárt megyünk a többiekkel is. Nem tudom, hogy hol ideális nektek. A városban jó? Hát, egy fél óra múlva nekünk a legjobb, mert most van egy kis dolgunk. Az is jó, tökéletes. Jó, hát a városban is megfelel, hol gondoltátok? Hát akkor majd egy fél óra hív fel újra aztán, vagy felhívlak én, aztán megveszik akkor. Jó, rendben, csörök. Jó, hello. Adios. Bocsánat, itt a telefonok, de elintézte, hogy gyorsan, most bele is mentek, a Roninszosok azt mondták, hogy nem érdekli a fű, úgyhogy ők nem fognak ellenállni annak, hogy a tiétek legyen, azt mondták, hogy vigyétek nyugodtan, és akkor őrizzétek. Jó van. Akkor ezt megbeszéltük. Ennyi. Látod, lehet itt dílelgetni. Nem kell minden Sergio. Hát igen. De az biztos, hogy dühös lesz. Hát ez biztos. Mármint, hogy rátok, nem ránk, te sok. Ja, na, neki már mindegy. Én kimagyarázom valahogy, érted, vágod. Mindig kimagyarázom magam mindenhonnan. Jó, hát érted, nem itt. Igazából nekünk meg hát ez igen, ez a lényeg, hogy mérges legyen. A kis, kis kopasz feje vörös legyen. Hát... Kisek kopaszok, mint a só. De hát te igen. Is kopasz vagy, Diaz. Hát, nyilván magamat mondom bele a köcsökségben, nem veszem magam. Ja, jó, a fegyveres dílben is belementek így? Persze, de nem mi vagyunk azok, akik meggazdagodnak itt a fegyvergyártok, mert elég ritkán veszünk, tudod, mi inkább a... Hogy mondjam, a késre szavazunk meg a boxerre. Ja, ezt tiszta sor, nem is azért dobtam be, hogy olyan nagy vásárlók legyetek, vagy bármi, hanem azért dobtam be, hogyha van erre lehetőség, és akkor, ha az nektek egyszerűséget nyújt, akkor jövőben így is tudtok fizetni. Ja, persze. És akár még jobban is jöttök ki belőle. Jó van. Mondjuk az összes piszkosunkat, vagy erőtlenünket, vagy tök mindegy, hogy hívják azt a pénzt, amit rabolsz vágod. Ha az összeset fegyverre költjük, akkor a Rolinszhoz se fogunk nagyon vinni semmit. Na mindegy, ez már az ő bajuk. Ajá. Majd meglátjuk, hogy lesz. Bár ti tudjátok, lehet egyik héten piszkosra veszítek a fegyvert, másik héten kivasatjátok, azt se. Hát vagy felé van, akár az is működhet. Ajá, vagy gondolom, csak fegyverre kell a pénz azért. Hát arra kell utoljára, tesó. Hú, de felvakod. Jó van, akkor ennyit akartunk igazából. Örülök, hogy meg tudtunk egyezni. De védjétek ezt a füvet. Na, szívesen, tosan. Hát figyelj, mondom a srácoknak, de nem hiszem, hogy bárki jönne oda. Ha meg valaki jön oda, akkor az fixen Sergio-ék lesznek szerintem maximum így bosszúból, vagy nem tudom. Hát igen, az lehet. De őket már kívülről tudjuk, minden autójukat, minden ruhájukat, mert már úgy 3 hónapja egymás mellett szedjük a mágtejet, szóval. Az bajba bele fog bukni. Igen, nálunk is kicsit túlságosan, hogy is mondjam, túlságosan jó barátként kezeltek minket, azt tudunk olyanokat is, amikről hát nem tudják, hogy tudjuk őket. Vagy csak nem sejt, sose lehet tudni. Hát persze. Jó van, akkor mi megyünk is tovább. Jó van, köztesom mindent aztán. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Hát mi köszi. Manaminek a számát elkérhetem, amúgy nincs meg. Persze, keresem. Hogy kell megnézni, te sovágod itt a számokat, hogy... Jobbra húzod, várjál, először kontaktok, de jobbra húzod a kép új addal, utána meg ott van, hogy szerkesztés, és ott. Hú, mennyi számom van, bassza. Hát igen. Ah, megvan. És lejutok odáig. 30?
Plusz 30 a 30. Ne, sima 30-as tesó, és akkor így 363 utána vágod. 363, jó, megvan. Tehát 30.363. Ja, biztos. Szerintem az... Nem tudsz kiolvasni számot egybe? 3, 0, 3, 9-es fordítva, az azt hiszem a 6-os, meg még egy 3. Elírtam. Elírtam volna chat. Várjál, nézem. Ez elírtam. 3, 0, oh! 3, 6, 3. Jó, nem, megvagyunk, jó, megvan, faszal. Na, hát ennyi. Köszi szépen. Nincs mit. Rebels, mire akar beszélni, Doki? Ugye voltunk náluk beszélni, adtunk nekik egy ajánlatot, és ők megadtak viszont egyet, hogy belemennek a dologba, hogyha kimossuk nekik 2,5 milliójukat, vagy átveszünk 2,5 milliójukat 100%-ba. Hát, az nem jó. Hát azt mondtam nekik, hogy ez nagy valószínűség nem lesz, meg szeretne alaphelyzetben is úgy beszélni, hogy ott vagy te is. Jó, most hívott valami Nikolász az igettől, hogy fél óra a Rodrigo-éjtől, fél óra találkozunk. Jó. Mai nap az ilyen tárgyalós streamem, úgyhogy nem biztos, hogy lesznek itt ilyen nagy leveldezések még, de sose lehet tudni, mivel keveredünk bele. Gino. Mi? Gino. Ő a Surányi Samurai Gats. Gyros. Surá. Mehetünk? Persze, ha. Nem meg vagyunk. Várj, mit kell üzenni? Hát egyetem. Gyinos. Kezd el szabadulni az ég. Vagos szállítása, mi az Isten van? Megcsinálta. Az kés lehetett veled csúsztatva. Igen? Igen, mert le vannak égve anyagilag. Ó, pedig Takó azt mondta, lesz pénzük kifizetni. Hát igen, csak Takóval nem találkozott a beszélgetésünk óta senki. Ó, még az nem túl jó, lehet megint eltűnt. Hát. Mehetünk? Képzett Föni, majdnem főzettem a csajt. Haza vagy... Rebels? Rebels. Ott már... Ott ha Rodoni beszéltél a szigetes falival, ki az? Ja. Menjünk balra. Ha maradok hátul, akkor mégis maradok hátul. Hú, Gec, a Prospect miért megy előtt? Prospect, menj már a sor végére! Értettem. Zárom a sort, mert... Mennyivel megy? Akkor zárjuk ketten, mert én is üresbe váltok néha. Nem szintén kellene túlsz nélkül. Hát, figyeljetek, kellene ilyen is sem volt. Arra. Ja, itt vagyunk, ja, jó. Sziasztok! Beállunk vagy kint? Hát beállunk. Bent jobb oldalt a fal mellé. Ide fal mellé. Ja, de ne robbanjon fel ez a benzinkút itt, mert akkor mérges leszek. Hát robbantsam fel. Menjél nyugodtan, öccse. Köszi. Megszaporodtunk kicsit. Jó beállt meg. Hú, gec. Tudjátok, hogy jöttök meg? Hogy lehet így? Most így mondom. Kályi, itt van amúgy? Kályi, itt van? Nincs. Kéne pedig. A szigeteshez van még kép. Be tudsz járni, Jackson? Nem is lesz. Halló, Diablo, járj meg utána, hogy Kályi az... Mit csinál ma? Jön-e? Jó. Kösz. Ugye egy kicsit? Menjetek csak felvasztok. Arra gondoltam, hogy átvennék tőlük 85%-ba. Mert azon csak 5%-ot bukunk. És mi a deal? Tehát nekünk profitál a deal, amit ajánlottam? Mi a deal? Hát nem lenne deal, annyi, hogy 2,5 milliót akkor ugye mi átmennénk tőlük. És akkor nem Sergio-hoz viszik. Egy ilyen bizalmi dolog lenne, azt mondták. Nekik mindegy, hogy honnan jön a pénz, csak... És utána kihez vennek masatni? Nem hát, Sergio-hoz. Nem a Ronin-hoz. Az biztos. Meg nem is Sergio-hoz. Hát nem is Sergio-hoz. Maradna Bang-Bang, vagy felajánlottam azt, hogy akkor mi lennénk azok, akik átveszik ilyen tőlük. De nem 85-10-ben mindig, tehát... Itt vagyok. Hát 80-20. Ja, jó. Ró, van nád kokain? Itt vagyok. Izé van nálam. Üdvözlet, bocsánat, csak még ne voltam maradva, azt szerint aki elmagyarázta a dolgokat. Üdvözlet. Hello. Mi a helyzet veletek? Hello.
Élünk és virulunk, köszönjük szépen. Tehát a... igen, az. Igen, mondd, megkezd a dokit ilyen dolgokkal. Suttogj már, Csoki! Oké. Bocsán. Aztán én meg bedobtam neki egy más ajánlatot. Aztán igen, igazából az a... Hát igen, mit szóltak hozzá? Most még a 100 nulláról van szó? Hát, igen, egyelőre a 100 nulláról van szó. És akkor ezt megtesztek nekünk, akkor onnantól kezdve, mi átmegyünk a vangékhoz. És nem muszunk a kozával. Azóta egyébként már többünk van, de mivel kettő is felett mondtunk, ezért legyen kettő is fél. Szóval tulajdonképpen azt a 500 000-t, amit neked rá kéne erre áldozni, azt elveszed a Sergioéktól. Fogd fel így a dolgot. Jogos, jogos. Nem tudom, hogy 85-15-re mennyire lennétek nyitottak, vagy semmiképpen legyen, sem. Legyen 90-10, és akkor azt mondom, hogy oké. Jó, legyen annyi akkor. Jó, hát akkor 90-10. Jó. Oké. Okay. Rendben. Mikor intézzük el a dolgot? Hát akár most is elvihetjük. Azt meg hozzuk, Doki elmegy hoz annyit. Így van, akkor Doki elmész, mi pedig akkor addig összekaparjuk itt. Átszámoljuk okay. Aztán, mire visszaérsz, addig összeszedjük mi is. Oké. Okay. Hozom. Nagyon jó. Úgy hallom, ilyen nagy szarkeverés folyik ott a kozánál. Persze. Meg mindenki titeket szid. Ezt nem is értem. Mindenki minket lő halomra. Okay. Igen, meg azt mondják, hogy inasok vagytok. Mindenki ezt mondja nekünk, de nem értem. Mindenki, de megkérdezem, miért nem mondják el. Nem tudom, mindenki azt mondja, hogy ide jár lövöldözni, aztán attól meg azt mondták, hogy 13 ezerre adjátok a heavyt. Hát azt hallottak valószínűleg. Igen, igen, azt megbeszéltük, igen. Ilyen nincs, meg drogot se fogadunk el cserébe, meg ilyenek talán. Itt drogföldeken most vagytok? Nem, nem. Nem nagyon foglalkozom most jelenleg ilyenekkel. Mi kellene, vagy miért kérdezem? Ja nem azért, csak mert akkor... Hát nem tudom, most itt... Hát mesélj, most ha már rákérdeztem, nyilván megvan. Ja nem azért, csak most gondolkozok azon, hogy... Gondoltam, hogy azért viszitek Sergioékhoz, mert... Ha most van elég jelöletlen, akkor lehet a drogból van, aztán lehet azzal is van majd díletek velük. Akkor nem biztos, hogy keresztbe akarunk tenni, vagy nem tudom, azt sem tudom, most ki drogozik. Annyira nem foglalkoztunk vele mostanság, hogy fogalma sincs. Hát, tudtuk egy hónappal ezelőtt kb, de most már annyira minket se érdekel. Mi? James, akkor lézzel. Felkérte a giveaway chat. Kettő is felett hozt ki, meg számolt ki ennek. Oksa. Nagyon jó, köszi. Ah, fűve, ez nem kokain, de fasz. Hol van a Connor? SprintX-et adtál, de buszi gyerek. Úgy hallottam, hogy nálatok a prospekt. Költözik. Faszom, nem az. Most igen. Költözök Sandybe. Ja, igen, 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 jó. Igen, köcsön. Igen. Szívesen köszöntem volna neki. Az a Viagrád. Itt adtad a Viagrádat, te buszi. Amúgy jön Kája városba. Ugye, gyere. Akkor jó, megvárjuk őt. Hallod, Doki, tudsz matekozni? Igen. Jó. Tudjátok, aki legenda? Amúgy tényleg chat, aki rányom arra, hogy felkérdek éket, az tényleg egy legenda. A kozárt akcióban most ott a városban mindenki rájuk van állva, hogy mi a ez? Hát figyelj, az a baj, hogy mindenkivel keverték a szart, hogy köztetek, meg köztünk is próbálták, meg... Ja, csak nem biztos arról. Igen, igen, arról is, meg köztünk meg a gyógyszerészeket, meg köztünk meg a ballasz között, meg úgy mindenki között. És hát az a baj, hogy mindenki rájött, akik közül körül kavartak a szart, azt senkinek nem tetszett. Úgyhogy most rájuk jár a rúd eléggé. Hát figyelj, nagyon hívkál minket itt Johnnyval naponta háromszor, de mondom, megvárom, hogy akkor veletek mi a helyzet, aztán utána majd elbeszélgetünk vele. Ki volt az utolsó, aki elhagyta a klubházat? Lehet, lassan az a baj, hogy ott tartnak, mert nem tudnak majd onnan fegyvert venni, mert mindenki megutálták magukat. Ja, azt mondom, amikor legutóbb rendeltek, titek, rendelni akartak tőletek valami 20-100 valamit, kombatot, hogy mit? Hát 50 kombat, 50 vagy 100. Nem, 50 kombatot kértek baszni. Először, igen, gyanús is volt, utána még kértek 100 helyt, 100 tárat. Csak az a baj, hogy nekünk más forrásokból már összeított a fülünkbe, hogy rosszba sántikálnak, úgyhogy igazából elkértek az összeg felét előre. Aztán mondom, náluk az biznisz már kicsit megugrott. Aztán utána tessék-lássék módjára rendeltek még valamit, amit te estetek is, gondolom, hogy továbbra is hozzájuk vigyük a pénzünket, de hát azóta mi nem vittünk semmit. Ja, az volt a tervük, hogy minket belevarnak a spajtbi. Jól, lelövünk titeket, aztán rövék a fegyver 70%-át, mondom. Nektek mondjuk ez nagy biznisz úgyis, mint konkurencia, nem? Hogy lelőjetek minket? Hát most nyilván a konkurencia, sose szeretjük, de nem is értettem itt ezért, hogy mi végezzük a piszkos munkát, azt még övék a fegyver 70%-át, de nem is mentünk bele végül. Érdekes. Úgy hallottam, hogy a Rollinszal nagyon jóban vannak. Szinte már csak voltak? Igen, ezt mondta a Doki is az előbb. Hát meg konkurenciák, mert ők is egymásnak.
Hogy... Hmm. Mondjuk oda akkor sem vinném a pénzem, ha nem lenne más a városban. Igen, ők mondták, hogy ők nagyon nem szeretnek titeket, de hát akkor gondolom volt a valami... A kölcsönös tisztelet van velük. mi történt kettőtök között, hogy mi volt? Hát nem tudom, mi volt. Csoli, mi volt velük? Én sem tudom, hogy miből indult ki az egész. Hát közös nézeteltérés, talán megszoktuk igazából már, hogy... Ők meglátnak minket, akkor nem vagyunk pajtások, ha mi meglátjuk őket, akkor nekünk se ők, aztán ennyi. Most egy picit ilyen tűzszünet van, mert nem hallunk vissza mások, hogy állandóan lövöldözünk, de amúgy ez nem igaz, akkor lövünk, ha ide jön valaki. Meg a múltkor itt a rifósok itt elmentünk motorozni, ütöttek 3 embert egy rammal, utánuk mentünk, bedobozoltuk őket, fegyvert volt ennek, és még 3 embert direkt elődöttek a palik. Bakacsak. Hát igen. Van emberek most rába. Szaj. Hát jó, de most azért direkt átmenni, most hogy az elején még elütötte és megáll mondjuk, mert azt mondja, hogy túl gyorsan attól, hogy babáltam a telefonom, érted, az más. De miután még direkt elmegy megint 3 ember nyakán, azért az már kicsit bicska nyitogató. Undorító. Hú, bár. Leköpném az ilyet. Szia. Cső. Kiszámoltad közben egy James a dolgokat? Nem utaskába. Odaadjam? Nem kell majd. Persze, Lacika. Főleg te. De azt Franky fog a csőcsőrenk. Mi? Hát kíváncsi lesz, hogy mit fog lépni erre a Sergio akkor. Hát... Hát eléggé süllyed a hajó. A doctor. Hát meglátjuk, mi lesz. Soha elhozta. Nem én hoztam el. Szasz, Bandi, mi a helyzeted, dereg? De ha már otthon van, megjavíthatnánk. Azt mondta, hogy ha valaki megjavíthatnád. Ez nem igaz, ez Diablo most találta ki. És akkor azt mondjátok, hogy nyertől kezel jobban járunk, hogyha a bankhoz megyünk? Igen. Hát figyelj, valószínűleg jobb százalékot is kaptok. Nem fogok menni nyilván. Tehát... Hát valószínűleg nem fognak átbaszni titeket. Úgyhogy hát szerintem ja. James, gyere létsz, és akkor aztán intézitek egy tudok. Cseréljetek tánsket. Oké. Mennyire jön ki így a matek? Mennyi tisztel? 250 ezer. Jaja, adom is. Quick Mats. Tessék. Tessék. Na hát az egy élmény volt, uraim. Egy telefonszámot, akkor dobjátok már megint a pár embertől onnan, aki aha. Vang körül mozog. Adom Vengét. Itt azért nem. Ott van, hát igen. Vengél meg. Vengél meg van, csak nem mindig érjük el. Van az a, hú, mi a neve? Valami Lupo? Jó, jöhet egy szám, aztán meg lehet. Az, nekem nincs meg a szám egyének se. Ricardo-i Bokif. Megvan még, de nem hiszem, hogy... Hát, én csak Wenger kontaktolok. Na jó, akkor tényleg. Na hát akkor megegyeztünk. Hát ők inkább ilyen este felé vannak amúgy. Mindig ilyen 9-10 körül jelennek meg. Jó, oké. Na hát akkor szerintem megbeszéltük a dolgot, aztán átmegyünk akkor hozzájuk. Nektek meg sok sikert a háborúzáshoz akkor. Köszönjük szépen. Mi háborúzni fogunk. Ja. Hát én úgy gondolom, hogy az ausztrát. Azt nem háború, amit már megértünk. Fizetésemelés díjra. Erőny, erőny. Franky Papa, köszi a pirés másodikat. Köszi szépen. Ja, hello. Falka hello, falka láb, falka gift, falka gift. Most ezzel a pénzzel nem kéne balesetet szenvedni. Azzal lehet, hogy jó ötlet lenne. Még múltkor is kikanyarodt egy autó elé, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, hogy nálad van a pénz. Múltkor mondjuk kómában estél 200 ezer, amit kiraboltunk a bankból, csak te egyedül. Tehát... Ilyen történt? Ja, persze. Dokinak adtuk az összes pénzt, hogy tudok vigyázni rá, én tudok vigyázni rá. Mindenki túléli, semmi baj, senki, Doki egyedül fekszik a földön. Hát még meséltem is Doki, nem most nem kapunk. Tudod már egyet Doki. Bandit, köszönjük és a TS 13-at, köszi szépen a reng. Vedd be a bungalows-t. Megtörtént. Jó. Jöttem ide. Jobbra-balra mehetünk. Jobbra-balra mehetünk, indulhat kalács előre, ha jól látom a legjobban. Hát, hazadj előre, le kell rakjuk a pénzt. Oké. Okay. Nem kéne 2 millióval hurikázni. 2,5-lel. 80-nal vagyok. Így most mennyi bukunk rá? 200-at? 150. Lassan, lassan. 80-nal megyek csak. Nem tudom ki menjenek hátul. Zárkózok akkor a többiekhez. Szasz Danó, csőcső. Ja, Danika. Remélem leszel ma IC. Nagy szálak pörögnek. Ez a jó, én ezt a háború sokkal jobban szeretem, amikor megpróbáljuk szabotálni egymást mindenféle módon. Ők is, meg mi is, mert sokkal, mint hogy csak szétdarálnánk egymást. Mennyivel megyünk? Nem figyeltem.
tudom én se. Mennyivel megyünk sor? 81. Azt mondtam. Szóval simon valaki csőcső. Úgyhogy nem sokkal lesz NFU-ban Steve. Lesz, igen. Alá tudom támasztani, még nincs pontos időpont, ki lesz írva? Hát NFDC-re is, meg valószínűleg streamingben is el lesz mondva. Még nincs pontos időpont, úgy volt egy tegnap, de még jó, nem tegnap lett. Mert tegnap se nekem nem volt jó, se Easynek nem volt jó. Hú, de komolyan nézünk ki. Milyen komoly lehet majd izén. 21-szerre leszünk. Tő. Este akkor Mengnek meg Robinsnak, akkor osszam kettő felé már a dolgot, főni. Ja. Hát hogyha 80-20-at tudod mindkettő, akkor ja. Jó. Az egyik helyen már fixen 80-20. Szerintem mindkettő az a baj. Vagy nem tudom, szerintem mi a Vengék eddig is abba mosták, nem? A Vengék fogalmas. A Vengéknél még van 600 ezrünk, nem? Ja. Elhoztam a múltkor. Igen? Igen. Jó. 400 adtak vissza. Mennyi százalék ez? Na ki jobb a tekból? 80. 80-20. Ne maradj el a sor végén, prospekt. De tudod, aki bemegy, az majd legyen szíves körbenézni egy kicsit. Park, klubház, garázs. Még azt a Diamond Pickaxe-et el kell kapnunk egyszer. Arra csinálsz? Félszem így? Mióta sheriff, azóta tervezem megölni, úgyhogy nem lesz probléma. Házit kell írni, ajjajjaj. Mi a helyzet? Én nem vagyok fel, én most nagyon jól vagyok amúgy. Én faszán vagyok teljesen. Most koncentrálok egy nagy IC szállakra, mert akkor sem kell csinálni a dolgokat. Sose lehet tudni, ki mond igazat, ki nem. Kász Crytex, csőcső. Mi a helyzet? Nincs Bence stream, még RP-n is itt vagy. Pont mondtam neki tegnap. Kettős Pickax Crytex még RP-re is jár. Napok óta. Néha. Hát félrettek bujkán. Lehet bujka. Még azért itt nagyobb tempóval is jöttünk volna. Itt van fekszem 4 napja, mi? Csak beteg vagy? Meg leraktuk akkor szerintem egy ilyen 10 perc és találkozunk a szigetes ürgékkel valahol. Ki kéne választani, hogy hol. Hol szeretnétek? Ürgék. Nálunk. Hát az igen, ez egy lusta gecik. Akkor Mirror Parkba a körbe. Hát ez egy Sergio Rick háza mellett? Nagy ötlet. Hát amúgy tényleg. Observatórium. Hát direkt. Observatórium az jó szerintem. Palettó. Leraktad a pénzt, Doki. Jaj. Most leszem. Terüvség előtt. Jojo nincs fel a frakiben. Jobbulást akarsz, Kretex, jobbulást. Letettem. Fasza? 150 a bukta így, de... Jó, az lófasz. Elkérednünk a gombát. Ki Isten van a gombát? Rajtunk kívül. Mikor keltem ma? Hát későn. Ne délbe. Kívül a kösszorodat. Aha, ja. Szereltessük meg a motorokat, tankoljuk meg őket, ezt szoktanak, menjünk oda.
Szép munka, Ronan, büszke vagyok rád. Csak így tovább. De ilyen... Üdvözlet, observatórium jó lesz? Megfelel. 10 perc múlva? Legyen 15, nincs jó? Nincs ilyen kedves, hogy valami 0-5 az jó? Mindegy. Megpróbálunk oda jönni szépen. Ahol többen van. Jó. Ilyetünk. Nem benne is hívtam, amikor voltunk benne, akkor egyszer elő volt esős. Doki, a Kai itt van már? Jó, nem, itt van. Szevasz, nem voltam rádión, amikor köszöntél szerintem, úgyhogy... Mit akarunk dumálni a szigetesekkel? Most beszélünk a Rebelszel, beszélünk a szürkékkel, de még vannak a szigetesek. Hát beszéltünk igazából, csak annyi, hogy én utána azonnal lépek. Mi a pálya? Mi a baj? Hát... Ezt látjátok? Dolgaim vannak. Az igen. Elő kell készüljek a holnapi napra, mert hogy holnap ilyen kis izé rituálim lesz. Aha. Oktatásra jársz? Hogyne. Sajnálatos módon. Nagyon szép vagy még mindig. Ha gondoltam, hogy ott van egy diófar, hogy felkötöm magam, de még nem sikerült. De gondolod, szerezed egy erős kötelet. Ezt már biztos, szeretem. Biztos, hogy biztos. Mert van olyan, hogy elszakad, aztán itt izé. Igen. Szóval, ja. Vagy biztos, hogy megbeszéljük a dolgokat, aztán alszok vissza. Ajajaj. Azt mondod, akkor itt kevesebbet leszel mostanában lehet kicsit? Nem. Nem? Csak most? Nap. Aha. Ja, csak a mai nap? Ja. Jó. Fasza. Tegnap meg pont én nem voltam, amikor te voltál. Hátugrok gyorsan a Roninshoz, elviszem nekik a felét. Beszéltem mindenkivel konkrétan. Buert, ez normális volt, bár igen? Nem az Ezekiellel beszéltünk, hanem az Angel-el meg a... Ja, Angel szokott lenni többet. Ezekiel az elvileg most eltűnt egy pár hétre. Az izé meg már nincs is ott, a Bishop meg már nincs ott elvileg, vagy nem tudom, hiába hívogatom, nem veszi fel. Vagy lehet csak mindig rosszka hívom. Meg ott volt ez a csaj. Adelina. Ja, az a izének a nője, nem Angelnek a nője. Jaj. Jackson gyorsan eljön velem akkor. Mi az Isten földögét? Ami a csövön kifér mehet. 0-5-re megyünk majd observatórium azt találkozni. Csattal és vagy a giveaway, felkérdek a giveaway, akit érdekel lehet kettőre. 60 óraig választható játékot választani G2-re a nyertesnek. Mármint, hogy kettő darab nyertes választhat majd 60 óra értékbe. Dolgokat a G2-re, aki szeretne jelentkezni, felkérdek G2-a. Plusz, nem, bocsánat, felkérdek a giveaway is, felkérdek G2-a. Pedig azért jó, már rányomtak a linkre, igazi legendával váltok, de ja, még egy fontos dolog, hogy a remény rátékről fenn kell adni Discordon hozzá. Szóval felkérdek DC is. Micsoda, sellout percek konkrétan. Hát nem nagyon válaszol egyik szerelőt adok se. Ez biztos. Amúgy ezért autót a szerelő, az a legjobb itt a városban. Csak drága kicsit. G2-tel csak átbassz rendeltem onnan és semmi. Érdekes. Én is rengeteget vásároltam, és szinte a chatter is rengeteget vásároltak. Tehát mióta a szponzoráció van velük, ami több mint másfél éve van, szerintem ilyen 7-800 néző vásárolt, már onnan nem dolgok, de 7-800 vásárlás volt a linke, valami amúgy elég soknak számít. És senki nem. Egy ember mondta, hogy nem jött meg a kódja, és meg is oldatok neki aznap. Már aznap küldtem neki a másik kódot, és meg is oldatok a problémát. Instát is be lehet kötni, hogyne. Szóval, tehát ha az én linkemet vetted, akkor írjam nyugodtan, ezt megpróbáljuk megoldani, tehát én eléggé jóban vagyok ott emberekkel, akik tudnak instant segíteni, de ilyen hozzáállásra nem biztos, hogy túl segítőkész leszek, mondjuk. Meglátjuk, reméljük. Reméljük csak ideges vagy, fogjuk arra. Én is vásároltam, és semmi gond nem volt. Plusz, ja, még, hogyha, még alert is van róla, hogyha vásároltak. Amúgy ez kurva tetszik. Még mindig hangos. Rajét hoztam, nem is tiédet. Mit az enyémet vitte? Nem, az enyémet vitte, de miért hazudt? Le van füstöm, most itt mit kell hazudgálni? Azt mondtam, amikor megjött Kály, hogy megszeretett. Nem, azt mondtam, hogy na, erről van itt szó. Ezt mondtad. Gyújtsuk föl. Mi történik? Miért gyújtjuk fel a pakisztánit? Mert soha állandóan lopkodja itt a motrogat, meg tökre. De hogy soha, te tényleg lopkodod a motrogat, mondjuk az enyém is elmondtad, te köcsög. Te köcsög gyerek. Na látod, a főnök is látja, hogy itt szarra már rég nem. Egy nagy bűzölgő rakás szar vagy. Ide érte.
A pakisztáni szagot. Az én leszek inkább. Na. Igen? Igen. Mi történt veled, Vének? Nem fürdök 3 hete. Belefér, nem? Hát egy csivadag valakon. 3 hét még bele. Legoogolok, és itt mit? Látok. Mit lát? 3,5 milliárd lövedéküvely. 3,5 milliárdot? Egyetültem ki. Hol? Ez hihetetlen. Egyszer volt gondolom, de 2 hét után vissza is kapta a pénzt. Így van, tehát az a baj, hogy értem az alapját ennek, mert ugye Instant Gamingen, meg mondjuk Enebánot között az oldaltól veszed, mert ez csak egy ilyen egy nagy kér konkrétan, és ott eladják ugye olcsóan a játékot, de G2 meg egy piac, tehát gyakorlatilag tényleg olyan, mint a kimenni a lehetéri piacra, és vásárolgat. Ott is át tudnak baszni, hogy eladnak neked valami szart, vagy nem, nyilván ott nem tudják azt, hogy nem adják oda, de itt is konkrétan bárki elkezdhet árulni játékokat, meg bármi esély kulcsokat, és simán benne van, hogy átvernek az emberek, de nem maga az oldal, hanem az emberek. És írsz az oldalnak, akkor meg egyben segítenek amúgy is. Lassan nem indultak, mennyi az óra? 58? Ezt kéne amúgy. Nem vagyok rádión. Felkelt a link, az a legjobb. 200 free spin kaptak, hogyha a bónuszat használjátok a Bitcasinon. Legjobb dolog a világon. Annyi, hogy 190 eurónyit el kell pörgetni az első feltöltés, utána meg megkapjátok, aztán bam. Ja, mit akarok mondani ízé rádióba? Ja, hogy mehetünk-e? Jön szerelő végül? Igen, most írt az előbb. Ó, remélem, hogy év lesz, mire odaérünk, vagy. Mondom neked, hogy zargassa. Reméljük siet. Kis köcsög. Nincs túl jó tapasztalatom a szerelőkkel. Away, away! Mekkora zenék van nekem, boly. Tudjad, aki a legendás, így van, jól beszélsz, Dami, jól beszélsz. Szállító, mi helyzet? Tényleg, amúgy megjött a piszkos az izétől? Halljátok, a szállítósába odaadta a piszkost? De ennél volt rosszabb, és most már javítottuk a cínézőt. Gecibon barakta az ébe. Ezen beszélsz, Zsáj. Kifizettétek az arcot? Tegyél, mi erre? Neked mondjuk lehet feketétől, de a főnök beszélt rá. Nekem is egyre többször panaszkodtak ismerősök. Én egyszer vettem, nem volt be az első tapasztalat rossz a leves. Ja, ez így van, hogy sok mindennél, de ez konkrétan mindennél így van egyébként. Ha először, ez a kajánál is így van. Tehát először eszel mondjuk egy szar, nem tudom mit mondjuk, egy szar frankfurti levest, ami nem tudom, elég olyan kaja, hogy megosztó szerintem, akkor nyilván nem fogod többet akarni enni, mikor miközben lehet, hogy csak egy szart ettél belőle, érted? Szoktál itthoni magyar videósokat színeket nézni? Nem nézek streameneket senkit. Aki, hát a barátaimat nézem, de ennyi. Easy-t nézem, Rubent nézem általában, meg körülbelül gyakorlatilag egy Geri mestert. Ja, már ki is hozták? Igen, odaadták. Na jó. Ez igen, ez komoly. Bennit is szoktam, csak lehetem akkor szépen, hogy alszok. De ja, vagy mondjuk más csinálok. Most egész elfoglalt napok vannak, úgyhogy attól függ. Mindig akkor streamet Benni amúgy, amikor nem vagyok itthon. Most várunk egy kurva szerelőre. Cső. Hallod, Kalács? Kalács, megöllek, vagy megöllek. Nagy bannalás volt meg Gerinél. Danikát is szoktam nézni. És hát nem ugyanakkor szél, mint amikor én. Na. Mondd meg neki, hogy kurva gyors szerelés kell úgy most azonnal? Mint Speedy Gonzalez úgy tolja. Segítsünk a szerelőn, akkor gyorsan végzünk. Hogy segítesz neki? Ja, értem. Egy hát most ne kérdezzétek meg mindenkit, hogy kit szoktam nézni. Én csak kábelt tudok összedugni, ami szét csúszott. Ti most látjátok, mit néztek? Egy fehér képernyőt. Ti ezt nézzétek. Ehhez mit szóltak? Mi? Ehhez mit szóltak? Ti most egy kurva fehér képernyőt bámoltak.
Na ez, na. Prospektokat elküldtem, hogy hajszint változtassanak. Köszönöm szépen, már mondtam neki, hogy nézzen ki normálisan. Nem voltak normálisak, aztán most elmentek és vörösek lesznek, azt mondták. Szerelés után találkozunk, még egy tárgyalásra. Vagy mi? Csillagvizsgálóhoz, nem? 3 ja. perc múlva. Ja. Késünk egy kicsit, tudod, szokásos. Jaj, tárra is mondom, felkérdezik giveaway chat. Egy hetetek van regisztrálni rá. E-mail címeteket, neveteket, aztán gyakorlatilag ennyi. Be kell követni Twitchen, Instán, illetve... Csak ez így most egyébként jó lesz. Legyen végéketes végre. Ja. Bár mi volt most, vagy mi történt? Hát, a rebelzesekkel csináltunk egy olyan dílt, hogy 2,5 milliójukat bevettük 90-10-be. Azért cserébe, hogy akkor fixen mostantól vengékhez mennek. Annak valakinek volt meg, akinek füstölt a motorja, no? Hát az a 10% az lófasz, érted? Hát jaj, most 150 000-ért túloldaliak. Bevettünk jó sok pénzt Chargeway-któl, bele gondolsz? Jaj. Lófaszban nem kell, most 150 000-ért használni lófasz. A Chargeway-k megbuktak rajta egy csomó. Nem oda vitték. Tiszteletre jelentem, mert a frizurámat helyre raktam. Csodálatos. Köszönjük szépen. Indultunk? Na így már vállalható vagy. Köszönöm. Húrnálod. Hát igazából... Kérné, hogy menni kéne. Nem tudom, mennyi szeretnél a szerelő, de menni kéne. Fél misit buktak rajta, hogyha 80-20-ba kapták a rebelzesek. Az ez se kevés. Azért mondom, ha 80-20-ba kapták a legjobban, hogyha még csak annyiba se. Amit még 75-be, még nagyobb az összeg, amit buktak ezzel. A motorra mindenki tankoljátok, meg azt menjünk. Szia Petra, hello mindenkinek, csádján eső, hogy hőre. F9-el tudod kapcsolni az szóval idét. A szigetesek nem biztos, hogy engem díjazni fognak. Hát igen, akkor fejoltam. Valaki még füstö? Hát oké, amikor engem fejolt Pali, mondta, hogy ne teszemot hagyja meg, mert velem szeretne beszélni annyira. Már tényleg annyira nem díjaz. Miért nem? Hát, lehet, hogy ilyenkor a kukóföldet razziáztak a múltkor, és utána ott volt az a ram, hogy ebből ők szálltak ki. Akkor úgy mentem oda, hogy ki vagy, mi vagy. Ez nem mi az aztán elkezdett hisztizni, hogy mi ez a stíl, hogy beszélek vele, és mint a normálisan beszélek. Köszönöm, hogy YouTube az Eurost. Hello, jó RPT. Én azt hallottam, hogy úgy ment oda, hogy mi van faszopók, de az nem biztos, hogy jó RPT. Legyünk sorba, ezt menjünk. Gyorsan kell menni, úgyhogy... Az ott van, hátra megyek mondjuk. Igen, aki... Mindenki motoron van? Doki tankol. Ja. Vagyok, mehetünk. Gyerünk. Eső van, hogy csúsznak az utak, de egy ilyen 131-jel megyek el. Nagyon gyors. Lesz még ez több is. Valaki már elhullott. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Hogyan? Jó, valaki várja meg. Csúszós az út. Jobb. Hogy lehet az első kanyarba elesni? Csett! Nem tudsz vezetni. Kibaszott eső. Kajaxi cső, Gucci patkány. Nem elég beleg a gumi. Szopkod meg. Jó. Merre vettek? Na, akkor egy szalakasznak el szopkodni. Balra. Semmi más. Jó. Haló, merre vagytok? Kajazus cső, mindenkinek arcok. Hello, cső. Hello, Csoki. Hello, már milyen volt az első susuét? Kinek milyen volt, akit amely nem kérdeztem? Nem is csináltam, hát itt vagyok elő. Ha majdnem leugrottam a motorról, hogy kiabáltál a fülembe. Én. Karácsony. Hangom sincs. Majdnem elestem. Kor itt valaki tud küldeni? Observatórium. Bádoki! Nem volt rossz? Na, ez a beszéd. Szép mentés. Jó volt az első, de nem kell menni, mert egy első... Ja, jó, az ilyen.
Full élhető, már is kezdődtek az érettségi felkészítőim. Mindenki azt mondta, hogy érettségére nem kell tanulni, hát a Karmának sikerült az érettségi, mindenkinek fog sikerülni. Azt mondták, ők is késnek, szóval, balra. Itt balra. És azt mondták, hogy nem biztos ide érnek időbe. Csábrex, csőcső. De hát akkor a táblában elsünk pofára. Meg ne 120-szal akarjunk bevenni egy kanyar. Valaki tud adni is kell a piát? Mi ez a rendőr autó, hogy mi ez? Nem tudom. Kap már el. Ez izé, ez a szállító. Nem, nem ez nem az. Nem. Tudsz elég is kell a piát? Jöhetlen rendőr autós tudsz. Ja. Az! Kösz. Fel a járdára. Ennek örömére ide ragadtam autót mellé. De jó. Ma is rövid? Á, nem. Már ilyen 3-4 órát talunk. Jakin van itt. Jakin, mit csinál? Ja, valami esküvő volt ide tervben, csak nem jött össze. Itt van vécél, de mi? Ja, valami melegek házasodnának. Jöttek a külmel melegebb éghajlatra. Ezek már a melegek? Ebben az autókkal? Nem, ezek azok, akiket átjárom. Köszönök nekik. Sziasztok, buzi. Attól még lehet melegek. Érzékenyek, csak érzékenyek. Aha. Köszi. Nem vesz, úgy teszi neki. Diablo, te merre? Megötted. Ja, itt vagy Májo. Mellettem. Diablo az olyan, hogy... Olyan... Hol van, hol nincs. Stabilan el, hogy nem is lehet így eltenni a molekulák közül. Hogy lebasztad, mint a büdös szal. Megérdemelte mondjuk. És igaz. Vágod, neki nem is izé, ebben lénye. Nem is vizes. Szevasztok! Ole. Nem fog rajta víz. Szóval mi a pálya? Szotyi. Hát... Te is kérdezd. Hola. Hola. Szevasztok. Kalács gombázik. Halló. Minden ember legalább a fasza. Teszi? Micsoda? Legalább a bélyéket teszi? Hogyne. Na, nem tudom, Doki meg Kai, prezentáljátok itt a dolgokat. Mindenki ma gombázik, geszi. Tömören és gyorsan összefoglalva. Hát gondolom ismeritek a kis Cosa Nostrát, az olaszokat. Ott laknak a régi végét anyán. Szi. Eddig megvan? Szerzsó keresni engem napokban. Nagyon jó. Az a helyzet, hogy éppen hát társakat keresek maguk mellé, mert mindenki ellenük fordult, mivel kavarják a szart, pörgetik a szálakat és hát átbasznak mindenkit, akik mellettük vannak. Aztán hát mindenki elpártolt. Az a helyzet, hogy minket is elég csúnyán átbasztak, és hát háborúba álltunk velük. És hát próbáljuk megvédeni most így a többi szervezetet ettől a esethőségtől, úgymond. És hát gondoltuk, hogy idejövünk beszélni veletek, hogy mennyire feküdne nektek az, hogy vagy rajtunk keresztül, amennyiben ezt szeretnétek, vagy hát igazából közvetlenül, a Vengnek a bandáján, vagy a Roninson keresztül mosatnátok a pénzeteket. Mondani. Nyilvánvalóan ez megtárgyalt kis százalékokban, ahogy le tudjátok beszélni, de hát egyébként mind a Vengék, mind a Roninson egyébként nagyon jó fejek, és hát szerintem meg tudjátok oldani, és hát akkor nincs benne az a rizikó, hogy a pénzt nem kapjátok meg, vagy hát leszek baszva, hogy a jövőben a kosza által. Dani? Te kell nem mondani. Hát ugye Rodrigo veled beszéltek is, hogy át is baszták az olaszok az izédet, a lányodat ugye. Hát szé, nem is akarja olaszokkal legyen. Igen, csak hát most ugye nagy a baj. Hát is mondjam. Csüljed a hajó, azt most próbálnak mindenkivel kapaszkodni, akibe lehet. Mindenkit felkeresek valószínűleg, hogy segítsetek már, csak kicsit. Hát úgy adják elő, hogy ők vannak felül. Átbaszni egyetlen kicsi herceg nem, szé? És megölni emberre feltehetően, illetve ezek kurvára nem érdekelni. Se olaszok, se senki. Mi menni Roninshoz? Az lenni probléma, hogy már annyian mondani ezt a Vengék csapata, hogy lenni nagyon sok ügyfelük Vengéknek. Hogyha Roninshoz is intézzük elég sokat. Hát mi maradni Roninshoz, úgy jó, jó, az jó lenni. Hát csak ne szelcsújik. Hát az lenni probléma, hogy hát az öreg Veng-Venggel
próbáltatok a műszeti kapcsolatot létesíteni, meg mindennel minden problémája volt. Meg tudtuk beszélni, meg tök jó üzleteket kibonyolítani. Csak én kértem tőle egy szívesség elkapni hát az egyik emberem testvére, aki egy másik motoros klubnak a lenni tagja, szit. Megkérni Venk, hogy leszarni többi motoros, nem érdekelni, megöli. Azt az egy embert hagyni békén, hát azt az egy embert pont megölni. Szóval minket nagyon nem érdekelni Venk csapat. Érthető igazából. Aztán teljesen jó egyébként. Ne szeljonálmassanak. Ja, meg hogyha Rolinshoz mentek, az nekünk is jó, mert hát ugye kis vengövegényeknek már van egy jó pár, aztán a Rolinshnál meg kevesebb, aztán 50-50-be elmegy a kis business, és akkor teljesen jól jár mindenki. Hát pontosan is erre gondolni, hogy bármi lenni, mi azért elég sokat bonyolítani le. Mi biztos maradni Rolinsz, mert ha vengövegények ennyire meggyőzőek, akkor biztos sok ember menni hozzájuk, aztán az nem menni túl jó, hogy Rolinsznak meg nem menni nulla is feszi. Inkább akkor vinném mi oda lóvé, aztán beosztani. Értetek. Lenne még másra is lehetőség egyébként. Kacsó Gaming ET, szia, és a szerverem a Kisnesomban megírta a karaktertöltéletet. Kisnesom megírta a karaktertöltéletet, és azért kaptam ban. De például van lehetőség nálunk jelöle szemben vásárolni. Úgy néz neki a dolog, hogy mint hogyha elhozzátok a pénzeteket úgymond mosatni, 80%-ba beszámítjuk, és ezért cserébe ti fegyvert kaptok. Nem lenni rossz ajánlat. És ti hova vinni pénz? Melyik csapat? 50-50 elosszok a Ronins, illetve a Vengék között. Ja. Fair. Úgy néz neki a dolog, ugye például, hogy 100 heavy, az 2.300.000, és jelöletnámbe pedig 2.875.000 lenne. Ez bőven jó. Szerintem ezzel mi majd élni közeljövőben, ez az ajánlata. Ahogy kényelmesnek tegem, hát mert nekem miben van több. Ez teljesen korrekt. Hát változó. A nálunk is ugye teljesen mindegy, miben csak százalék változni, hogyha hozad nekünk euró vagy dollár. A leszok visznek az erre ilyen cuccast, én kis átalakítani a dolgot. No. Nem? Hát beígérni egy szárcsa, hogy hozni. Persze, hát nem fog visszaleket kergetni, szi? Persze. Azt mondta, hozd, de mégse hozz, aztán megint hozz, mégsem hozz, most már hogyha hozz, akkor se foglalkozni vele. Úgy gondolom. Fegyverrel mi a helyzet? Nincs még szükségetek rá? De majd most már lassan, szi. Na. Nagyon sokat kockáznak embereim. Aztán kockázásnak mindig az a vége, hogy valamelyik veszít a fegyvert. Kockázik? Az mit jelent? Hát kockáztat? Nem, játszik, kocka játék. Kockázok, eldobnak két kocka, akinek lenni nagyobb szám, az nyer, aztán pénz vagy fegyvert, minden szart vétesznek rá ilyen emberek. Ilyen roulette? Haszi. Hasonló, csak ez ilyen kolumbiai móka. De van ennek a másik része, amik igazából valamelyik fél meghal. Ezt egy vitákat rendeznek. Hát most nem lenni gond, ha van, lehet csirkét venni Kolumbiába egy AK-47. Hát igen, az, hogy nem csirkárban ennek a fegyverek. Hát én már felajánlani neked, Donny. Adni két csirke, egy kecske, hát 30 darab heavy. Mennyi heavy? 30 darab. Két csirke, egy kecske. A kecske az jó. Ez jó, a kecske az tényleg jó. Gondolj bele, hogy minden reggel fel kellene, ezt megegne. Ha meg lehetne fejni. Pont mint tesó. Az, csak aki most beszél, meglehet. Azt szerintem nagyon szeretne. Gondolj bele, itt a srácok nem lennének depressziósok, hanem lehetne itt simogatni meg izét. Hát basszal. Hát most ennyiről lehet simogatni izét, Csibicsi haját is. Hát meg sót is, de hát ez milyen lehet. Állani, gondolni, hát mi nagyon szívesen odaadni. Nincsenek szingli hölgyek nálatok esetleg? Szingli hölgyek? Persze. Hát milyen kell, hány év is? Hát Csibicsinek mindegy, csak hölgyek. Szűz legyen, ne legyen szűz, de legyen te csak hölgy. A legnagyobb udvarról a városban. Akkor várj, csak hogy tudni, hogy én komolyan beszélni, mindjárt jönni. Hozni neked valami. Kész is, Adi, meg a Csibicsi. Most nekem hoz egy delight. Persze. Bizonyára, ha hozzak egy Seasonite. Remélem nem fogja ellopni a biciklimet. Nem lesz ilyen izé. A szüzességet fogja ellopni nekem. Hozzám meg a az már. Elhagytam kettő kanyarról arrébb. Akkor varázsló is lesz. Tűz varázsló. Nino. Itt mindenki hülye? Ja. Itt mindenki. Bassza kurva én. Na szó geci. Fogd meg. De várjál, vagy mi? Fogd meg a végét. Jó, hát mi van ebbe? Csíp ez a kis puta. Fogd már meg. Megfogtam.
Hát nem, ez benn van a dobozba, egy csirke. Ott a vigyázzunk kiharapni dobozba. Tessék, te csibi tiéd. Nem kér, tedd le ide. Nem érdekel, prospekt vagy, megkapod. Fogd meg, te. Köszönöm. Bazd meg, ez még mozog. Kolombiai. Nem baj. Mostantól neveled, simogatod, póráza, vezeted, sétáltad a napi 6-szor, és hogyha meghal, vagy bármi baj lesz, akkor kirúgunk. Jó van, gondját viselem. Ez egy dinnyert a családba származott, sétkeszik. Igen, azt mondta, tenyészteni is megérni? A hogy a picsában, nem is azt csináljuk. Ez legalább 3 máka 40-et, és mert kell lenni két segnyilás a szíj, és egyszerre két tojást tud kirakni. Dupla csőbe, Chicken Meister nekik. Csernobili? Szép. Mit akarsz mondani, prospekt? Van egy eladó csirkém. Nagyon sokat én azt hallottam. Na. Ha miért csirkém? Ja, hát most adj oda, nem szórakozom. Kettő jutó. Azt mesélték. Használhatod. Nekem egy csirke, Rodrigo, van egy eladó. Nem, otthon nagyon. A szigeten nagyon sok más szalaggrászik. Igen? Kecske is, igen. Tenyésztük őket. Mondom, én meg, mondom, két kecske, két csirke. 30 heavy. Hát, vagy nem, a pénz az jobb, mint az állatok sajna. Elég az állatokat, de van elég. Állatokat, és adok neked dupla lukú csirke, kimész vele Kolumbiába. Puccan érte 20 darab AK-40-et, de csak jobban jársz, mint egyébként. Erre Kolumbia, mint a kokain inkább fizetőeszköz, nem? Vagy most a csirkék is? Egy év megfalka, hello falka. Azóta meghalt a patronot kint, és nem épít ma iskolákat, azóta eléggé szarul állnak ott a dolgok a csirkékért. Riffog akart a kokaint venni tőlünk, nem tudom, hogy megtaláltak titeket? Lehet tőletek is vennének. Ilyen írköcsögök. Hát minket, én nem tudni. Ja. Ilyen vörös hajú nyomorultak. Ja. Ija, azok hát. Nikolas? Elnézést Tesla. Mi? Tesla. Nem találtak minket Riffog kokain? Sziii. Én tőztük. Tegnap nap felmeleszelt a tud nekik. Bom. Na. Titeket nem érdekelni? Mely tudsz? Csak érdekel kokain? Igen. Ennyike. Az, ami van egy csomó, meg gombában még több. Hát ezek száraz, nem miénk. Kokain. A speed az kéne, ja. Meg hát jó, mondani, mennyiség aztán. Mennyi ennek darabja? Várj, mi a fasz történik, mik azok robbanások? Ide jönni Afganisztán? Mi volt ez a tiszta? Nekünk van egy izé pakisztáni urunk. Tudj közel hozzá. Ő itt. Igen, Pakisztánból származik. Miért kell? Speed. Ez fejezd be gyorsan. 100 darab fölött lenni, 1000 dollár. Hát, euróba vagy dollárba? Dollárba. Várjál. Akkor 100 ezer. Várjál, hogyha 200-at veszünk, akkor lehet 750? 800. Keményre van duzzadva. Jó, lehet 200-800 ezer. Szi. Jó. Mikor tudja regálhozni? Hát amint elmentünk, utána 10 perc. Jó, mehet is. Elhozzanak szembe. Gyere már Dani, mert megbeszéljük a kislányt. Jó. Addig beszéljétek le. Milyen kislányt? Ebben legyen törve, vagy még legyen szende, vagy erőszakosabb? Hány éves? Hát, Azért neki tök mindegy. Annyi a lényeg, hogy 13 fölött legyen. Csak speed kell? De 12 fölött, de 60 alatt. Szóval 60 fölött nyugdíjasokat nem szereti. Annyi, jó legyen a csípője, hogy tudjon járni, meg legyenek fogai. Ennyi. A fogai legyenek, jó legyen a csípője. Mit szólna, eltörnénk kezét, lábát, azt nem bír elszaladni. Ha mit akartok vele? Hát az lenne a kérdés, mit akartok lányba? Hát csak udvarolni akar neki, elvinni, randizni, ilyenek. Hát ott nem. Tudod, romantika. Hát akkor megoldjuk, már elraboljuk valami. Keresek a kolombiai szegénysorban lévő családot, aztán elrabolom onnan a kislányt, meg a szülőit, apját, anyját, aztán majd ott előadunk egy randit, azt anyuka, apuka, meg nézi csak fegyverrel a fején. Jó, mehet. Oké, akkor fogai legyenek, terek, ha legyen helyeim. Igen, meg ne legyen a lába nagyobb 39-esnél, ez nagyon fontos, mert nem szereti lába. A nagy lábúakat. Így van. Oké, akkor hozok neked 14 éves kislány, mit szól? Jó, de azokban nem legyen a Chibi-G-nek. Ez ki az a Chibi-G? Hát ez egyik prospektem. Mi a fasz folyik itt? A Chibi-G-nek hozunk akkor kislány. Neked nem kell kislány? Vagy kisfiú? Akármit tudni szerezni. Nem. Kihagyom most sajnos. Biztos? Biztos. Ott annak a maffejének a kérdőt, az azok nem kérnek, ami mindig hát a biztos. Hát, de el vagyok így is tudod, én pedig ezt nem velük. Hogy vagy? Hát jó, azt szeretek, ha kell kislány vagy bármi. Mindenképpen. Mindenféle kell, persze. Kapti a köszi között a díjra, és egy évet, és köszi parítja a díjra, és második hónapon. Illetve pipivel?
beraktam a motorba. Faszára. Nem kell gomba, van 100 gombánk, és elmondom nektek, 80 gombánk van, és abban egy hónap alatt fogyott el 20, nem fogunk venni gombánk. Te kell a fasznak a gomba. Akkor veszel majd a fizurba. Nekiállt kalács. Kokain. Meg lesz a fizójából akkor, hogy kokain szeretne. Kokain kéne még egy kevés szerintem. Ah, nem kell kokain egyelőre. Kokó, szeretjük. Kokó, kokó. Na most akkor csak speed kell? Ja, 200 speed kell egyelőre. Kokó. Meg 100 gomba. Kokó. Találsak 100 gomba. Hát privátban van, intézhetitek vele, ő megveszi magának. Van elég pénze. Kokó. Az baj nincs ott. Annak ott mi baja van hátul? Micsoda? Mi baj ott van só? Ja. Szóval nem tudom, mi van. Megint mindegy. Szedd már össze magadat, ha itt vagy. Jó, van, akkor intézzük, aztán majd írok is, ha megverni cucc. Jó, mindenképp akkor hogy kérni, fel Jézus Isten. Hát, levegőbe. A Bohóc iskola is megérkezett. Mi van, cirkusz van, bazd? Ezek mit keresnek itt? De szépen összeért. Hát tényleg, hogy nézel ki, Rifó? Hello! Oh, ez meg. Nem akarod nekik ilyen megtanulni felöltöztetni őket? Nem akartam nekik golyózatot. Kriszti hívott. Mit hív? Mi? Mondta, hogy te hívogatod őket, te szarvány. Én nem vittem itt őket, hagyjál már. Most mondta. Gyerünk haza. Kriszti, ledomog egy hídról. Mi történt? Nem vittem itt őket. Selfie-t küldtél nekik, idióta. Azt már. Adios. Krisztin, megint member vagy. Visszafakadott Krisztin. Nem látod rá, de semmi. Ember, te kibaszott idióta, egy tárgyalás közepéről selfie-ket küldözget, ide jönnek. Mi semmi a faszt vársz? Krisztin, az egyedüli trusted member? Ja. Én nem tudom. Mostantól 25 dollár a fizut két hétig. Tudok egy jó hidat, ahonnan le lehetne dobni. Ja, izé, meg elhagyta a csirkét. Gátra megyünk. Gátra? Gátra, ledobjuk Krisztin. Százharminc. Szegényen jó, de te is se hülye. Óvatosan autó! Többiek? Hol vannak? Többiek? Van mindenki mögöttem, nem? Mögöttem még, lennie kell embernek. Bara. Jobbra majd le, utána megint balra. Jobbra, bocs, későn szóltam. Balra majd. Fasz dudálgat ránk! Ki dudálgat? Mi dudálunk? Mi dudáltunk rá. Akkor jó. Ez ügyben mit tudok tenni, mert jöttem, te admin vagy, csak nem tudtam elküldi 10 évesen. Hát hogy jutott a tesód a gépet? Ez hogy jutott hozzá? Hogy fért hozzá a karakter történet? Ez és hogy küldte ellenefret? Ez valami nagyon nem stimmel itt. Őszintén Fetszó Gaming GT, ha jól láttam mai most napon csoportban, még teljesen már várj, most meg visszanézem. Na várjál. Hátra mindenki vigyázzon, ne ugrasson le senki se a szakadék. Az a baj, hogy hazudsz is nekem. Hazudsz is nekem, Fetszó Gaming GT. Hát csak én a gatya. Itt gatya már! Semmi bajom. Na várjál, Fetszó Gaming GT. Felolvasom, hogy te mit írtál a tulajoknak a mai nap. És az a baj, hogy most ezzel annyira elvágtad magad a szerverről, hogy soha nem lesz a lubbannalva. Tehát ide jössz a streamemre, hazudsz, akinek ezt írod, akinek azt írod. Még a hazugságod is tök gagyi. Tehát elmondom neked, te azt írtad ma a tulajoknak, hogy szia, bocsi, hogy zavarok, csak írtam egy tesztet. 3 hónappal ezelőtt, még a napokban is 1-2 hete, csak annyit szeretni tudni, mikor lesz eredmény. Tehát csak szimplán nem lettél elfogadva, és valószínűleg 3-szor írt a karaktertörténetet, és ha harmadjára se sikerül a karaktertörténet, akkor kibannolunk, és valószínűleg ez történt. Tehát egy darab karaktertörténetre amúgy se bannolunk, amit a kistesód írt állításod szerint, de te 3-szor leírtad a 2-szer, igen, 3-jára történt ez, és most meg idejössz a csetem, és hazudsz össze-vissza. De ezek után szinte semmilyen formán ne akarjuk bannni, menj VLS-re, ezt tudom javasolni. Köszönjük szépen a részvételt a cseten is.
Vagy van olyan szerverre, ahol olyan játékosokat szeretnének, mint a téged. Nem tudom. Nem fossál, só. Jó, megszoptad a fasz. Gyere, só. Kicsit én elemen van a véleményed, szinte szerintetek egy ember streamel az közönségének, illetve állítólag a legjobb barátainak, azért beszélem. Hú, melyik az elég para Viking VR gameplay. Na várjál, elolvasom kicsit. Az a baj, nem fogom tudni elolvasni, hogy itt fognak pofázni mellettünk. Ha jól ugra a show, akkor nem lesz bajod. Kézzel vagy vászik. Hány már kell seggemből? Jó. Na! Soo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 
Mit basztál el, show? Azt takarodjad a szélét. De miért küldözgesz nekik folyamat selfie-ket olyan helyek, mert tudod, hogy oda jönnek, mert többször is oda jöttek. Nem tudtam, mert egy kimaszott szürke fal mögött álltam. Jó, és mit nem fogsz többet csinálni? Csapatépítőbe is oda jöttek, igen, már másodjára jönnek oda, és nem tanulsz a hibádba. Szégyed magad, basz. Jó, többet nem küldök. Vedd elő a telefonod. Hozzá se szólok ki. Vedd elő a telefonod. Igen, és csinálj egy képet, hogy most bedobnak a miért a hülyeségeim nem, miatt. Nem. Töröld ki az üzeneteket, illetve a számokat. Mindegyiknek. Igen, mindegyik riffot töröld. Az előző üzeneteidet, a képeket, minden törölj ki, illetve a számokat. Ágye. Ez a best. És a fizetésed két hétig 25 dollár lesz. Összes törlődésre. Az összes számot törlöd? Aha, most már igen, most már minden töröltem. Nem, csak az üzeneteket töröltem. Jó. Azt mindent. Jó, hát, legalább ez. Jó, a számokat is törölt ki a kontaktokból. Showrunk egyes. Na, te nem ugorhatsz le. Miért? Mert van egy lövedékálló kalács. Tiltva. Igen. Nem tudom. Vedd le. Ugye, nem, le van szarva, hogy te meghalsz, a lövedékállótad már. Kalács, te arra ugorjál-e arra. Okay. Most már leugorhatsz a cikkot. Okay, töltem rifót, meg ezt a köcsök Tomit, mert még az övé volt meg. Ez a beszéd gyűlöldőket. Na, most ugorj egy fejest. Tényleg? De hogy ez nem is olyan magas, nem? Most nézzel! Egy Vangelus, egy Vangelus, hát szívjam. Adjál már Vangelus, állj a szélére. A Vangelus, mit szívsz fel? Várjadok egy vitamint, Jó, az jó. Lök csuki. Azt akarom bazni. Ne lelőj. Lökje csuki. Menj és nekszom egész a szélére. Menj már szélére, csak nézd meg, hogy milyen. Na jó van. Hello. Azt miért ugrott? Az igen. Ez beszopta. Ezt várjó. És itt már ebben fekszik. Az nem jó. Akkor boszorkány volt. Igen. Még van a palit. Megölj a főnök. Ez hogy történt meg? Főnök megölte. Pussolj már csoki. Megölte a főnök. Ez hogy történt? Jaj. Még vitamint is vetettem be a gyerekkel. Az ejtőernyő. Az ejtőernyő miatt. Hát hasonló. Ó, pasz meg. De hasonlásik az csak csíp. Nem hiszem el, hogy ez... Hát ilyen, látod, nagyon csíp. Ne lökd, ez nagyon csíp. Riff a főnök megölte sútban. Előkülő. Hallod csak itt a tényleg telefon? De hogy telefonálsz? Ne honnan tudom. Hallod Riffon, megölte a főnök. Viszont se jól Riffot. Igen, Riffot szeretne. Túlélte. Csiki megfordom a számba. Mi túlélte? Persze, jövök én is. Na jó, elég volt. Hogy ugrat, Getsz? Az egyének össze sót szárítsanak, mert a ruháit azt mehetnénk. Nem élte túl. Nem most mi? Kalács, vagy nem a show élte túl, hanem Kalács lelökött valakit, a show élte túl. Akkor a show nem élte túl? Hát ő nem. Itt az nem jó. Van. Hát itt kurva mi a víz. Amúgy csak nem, az volt, hogy sosem tudtam úgy. Mert amúgy csak jó kis, szóval, káros a víz. Most már tényleg meghalt, Zegi. Nem van tigában vágva. De mivel mondom, hogy szerintetek egy streamer hazudik a közönségének, illetve állítólag a legjobb barátainak, és azért beszél emberekkel, hogy pénzt húzana tőlük, meg jelenti a bukást. Mondjuk ez nagyon gáz, ez kurva gáz, szerintem simán. Én nem tudom, én alapban mindig... Vannak olyan dolgok, amiket nem mondok el streamben, mert nyilván nekem is a magánéletem, de alapvetően amiket megmondok, azt mindig teljesen őszintén mondom. Szerintem az, hogy a nézői szemébe hazudsz, mindig a legrosszabb. Nekem még a korom se publikus teljesen, most nyilván azt szoktam mondani, hogy 13 vagyok, de akinek kettő, egy többi IQ-ja van, kitörögi, az nem, hogy nem. De én nem, hogy a koromat sem szoktam én elmondani, tehát... Én nem szeretek
nem tudom, én streamelek, de attól függet nem kell tudnatok mindent rólam. Tehát én úgy vagyok vele, itt vagyok a mindennapokban, csomó mindent elmeséltem, már csomó sztorit az életemből, de vannak dolgok, amiket inkább megtartok magamnak igazából. De ja, azért szerintem abszolút megérdemli. Hát az tényleg elég paramúny. Sos most. Szegény sok. A 275 ezres embereink, akik rendelték a 25 esenet. Mi van velük? Na most beszéltem a Palival, aztán mondta, hogy hát elvitték a mosás után szerzett pénzüket. Így jelenleg még gyűjtögetik, de felvázoltam nekik azért a jelöletlenbe való fizetést is. Szóta, hogy jó. Ez egy kecsegtető ajánlat lehet nekik. Nekünk ez meg fogja érni anyagilag, Doki, hogy jelöletlenbe lehet fizetni? Igen, mert 78 és félbe számoljuk, így is van még ez a kezelési költség rajta. És annyit kapunk, annyit egyébként tisztába fizetnének. Tehát mehet egy Arcarius? Jobban is járunk, meg ők is jól járnak, meg a mosók is. Hova kell menni? Csak ne lövöldözünk most. Ne lövöldözünk szerintem. Arcarius mehet egy békés Arcarius, szerezetek túlszakad, aztán... Szerintem szereljük előtt egyet mindenki, hogy... Szeretessünk egyet, tankoljunk egyet, sót valaki kaparja össze majd a kómában. Elmegyek, étkezek egyet. Jó, itt vagyok. Akkor mindenki tankoljon, szereljen, aztán akkor mehet a túlszadás. Meg valaki hozzon izét... Cuccost, ha kérhetem, beléptetőkártyát színi. Kártyáért el kell menni, mert az nincs. Jó van, sok mindenki, de? Nem lesz itthon vagyok, mi kell itthonról? Adok mindjárt 2000-et a kártyára, kell egy színi, meg 4 darab... Remélem nem ment el a kedved, nem vagy a lesó sorban. Nem volt ilyen kiégetős, nem akartuk olyanra, csak akartuk még lövöldezni egy kavics utolsó napján. Mi van? Széttépem a Rifón eszetlét, haha! Szevasztok, fiúcskáim! Szevasztok! Szia! Megvan a C4, meg a 4 gyújtó, szóval lesz ilyen kártya? Most megyek, adok pénzt, és utána elmész és vásárolsz. Többiek, Kalács, azt tudja például, hogy hol lehet. Nem tudom, mert én nem voltam ott. Nagyszer... Arcadius szal szemben van egy másik ilyen parkoló. Aha. Parkolóház. Na, annak a oldalán, a főútfelelőoldalán van egy lépcső, fölmész. De más hangja lenne a motornak, nem? Vagy... Eddig is ilyen volt? Nem némítem le a streamet? Miért némítsem le a streamet? Lejöttem rádióra. Nem hallottatok semmi. Úgy volt kannám, nem tudom miért vettem ki pénzt. Buta vagyok. Buta. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Szevasz turbosüti csőcső. Amikor rátaláltam, pont akartam be streamre, amikor full komolyamat az egy 14-ben és még el is hittem pár hétre. Igen, amúgy én ezt azért is mondom, hogy mert pont, most alapból pont leszel, amit tudják, mennyi idős vagyok, csak így... Mindig úgy voltam, hogy mindenki ez volt a második kérdés, akkor bejött a csatornára, mert most nem azért fogsz nézni valakit, mert valaki 25 éves, vagy mert valaki 15 éves, hanem azért, mert milyen a kontentje, tehát semmit nem befolyásol, hogy ki mennyi idős. Ugyanez van a chatten is. Lehet, hogy vannak 11 évesek is, lehet, vannak 50 évesek is, de el tudtok beszélgetni, meg el tudtok lenni, és nem kreténkednek az emberek, akkor pont nem érdekel, hogy ki mennyi idős. Az a lényeg, hogy jól el legyen beszélgetni itt mindenki. Nem fog sok rendőrt elvinni? De várjál. Hát még úgyis szedünk túlszt, meg ilyenek, ezt megvárjuk. Hát most kezdik el a nemzetit mindjárt. Itt a szobor és a szobortól van. Itt vagyunk a nemzetén, ez senki nincs. Ott fent a szobornak az oldalába kell álljon egy ember. Nincs meg? Milyen nemzeti kezdenek ugorni? Nincs senki. Hát gyere a nemzeti elé, itt vannak, mert beparkoltak. Ja, látom. Kik ezek? Nem tudom. Milyen autó? Nem tudom, kik lehetnek ezek. Nem vagy, mert ezek lehetjük ezt. Sokan vannak, eléggé.
Hát fekete, nagy faszom se tudja, nem ismerem őket. Silverad? Fajta? Mondom neked, fekete Ram, fehér Golf, fekete Raptor, a Velociraptor, meg egy valami Bentayga talán? Fehér Bentayga? Jött egy Lada is. Lada? Komoly. Meg ki ez az autóüres mióta nyitva van amúgy? 24-es nyitvatartásra hirdetik pedig. Hát nézegetnek ki felem, hogy... De közel harcival nézegetnek ki. Nem tudom, ki ez piramis? Ki lehet ez? Szerintem meg kell kérdezni. Fekete ilyen bomber jacky van rajta, meg fehér póló. Már csörgetik. Csörgetik amúgy. Menni akarunk, akkor most menjünk egyébként. Jön onnan. Hát nekem akkor menjen mellek, de akkor mindenki ide kell most. Jövök. Nekem levelik állom nincs. Hát akkor baszhatjuk. Csak akkor gyere hát. Nálam. Vangelus. Azt tudok elég Vangelus kell. Akkor jöjjön mindenki ide, úgy esvarisbe. Csak nemzeti, mindenki. Jól megyünk, csak szereltettünk. Azt beszéltek sokan. Adja Vangelus-ot. Jönnek már a rendőrök. Ja. A rendőröket el kéne küldeni, nem? Gyors. Kurva gyors, ide mindenki, mert rendőrök többen leszek mindig, akkor nem fogunk elküldeni senkit. El kell küldeni. 4 kilométer is ott hagyja. Mindenki gyorsan. Oké. Egy. Fél úton vagyok. A mellett rosszat te. Kicsit felütöl a rendőrt. Kilő. Ő ne? Mit kell megszerelni őre? Nem? Tényleg? Nálam nem. Jó napot! Tisztelet! Mélységes tisztelet, bocsánat! Egy kilométer is ott vagyok. Jaj, mit csinál? Mit csinál? Nem véletlen köztem. Jézusom, meg... Leveszed a kolorodat? Megmondanak a főnök. Láttam. Lövedékálló volt, Itt a motorba. De szellősen öltöztétek. Sérni kéne? Amúgy, mert velusztagyak nincsen. Lehet, hogy vettek azon. Nem akarnak állni a rendőrök. Az mondjuk le. Hát nyilván nem, mert többen leszek, mert mi ezért van, hogy sírni kéne. Van egy kés. Hát szerintem ez gatya így, mert olyan még többen van a rendőrök. Hát akkor most vagy soha. Na, akkor zsatarda. Azt mondják, hogy csináljuk. Doki, gyerünk. Szép napot. Kap. Jó napot. Kezdjük fel. FIP, személyesen. Nem szúrkálnak. Mit szúrkálnak? Szúrkálnak? Hát leszúrta, úgyhogy mindegy. Lesz. Lőnek is? Lőnek. Azért mit szúrk, ez csibizsék, ez normális vagy? Nem szúrtam. Bocsánat, hátul mennék be. Fönt. Doni. Maga bűnöző. Fönt, haló. Hát jó, de itt van egy emberünk náluk. Mitről lőnek. Haló. Hátsó bejárat. Én vagyok hátsó bejárat. Jó. Tűnek fentről. Fönt, haló. Nála vagytok. Kint vagyok, tudok infózni esetleg. Mi a fészkes fasz van? Fönt vannak a felső szinten. Hol vagytok? Nem bírom pakolni. Nemzetibe bent. Nem vagyunk már a nemzetinél. Fegyverezzük le őket. Föntről lőnek, mert lőtt egy hektő emberünket. Az a baj, itt már nem tudom, hogy gyere onnan el akkor. Menj fel. A csajak ott volt az, hogy ide kéne hozni, hogy van egy túlszunk, ami nála szövőké. Majd látni fogod. Oké, kell még valami? Már három emberünk esett amúgy. Na, mi négy, bocs, négy. Tőlük meg egy. Próbálok átjövök a te oldaladra. Föntről meg lőnék egy folytalom. Betonk meg menni? Betonsz, hogy nem vagyunk el, bejáratunk. Peces ott lenne száll. Csak jobbra nem menjetek el. Pillancsi nemzedibe lövöldözünk, mindjárt visszajönjük haza. Akkor addig leszállok a reptéren, azt majd felvisszük. Oké, hello. Adios. Okos döntés lenne. Jöttek lentről, most vannak fel. Valamit kéne kezdeni, mert kint egyébként be fogunk szorulni, hogyha kint ilyen... Amúgy az gatya lesz. Nem, aki hozzá a túlszokat, és a rendőröket... Várj, dílelünk a rendőrökkel. Jönnek, valami túlszokat...
Túszakad látjuk? Hát nem, mert tartanak minket, hogy... Jó napot! Most akarom mondani, kiengedjük a túszakat, hogyha elengedtek minket. Meg miért behagyjuk a bűnözőket, mit szóltak? Doni azt javasolta, hogy kiengedi a túszakat, ide adják a bűnözőket, ők meg viszik a dolgokat. A bűnözőket nem adják, nem, de nem, én mi, nem is ezt mondtam. Na, mondom, segítek, de már lejött kisegítőbe. Nálunk nincs semmi, fönn vannak az emeleten az elkövetők, náluk van minden, mi engedjük a túszakat, akik az ártatlan emberek, és mi lelépünk cserébe. Próbálnak jönni. De az elkövetőket is itt hagyják. Ja. Jó. Itt hagynak minden, csak bejöttek. Á, nem tudom bemenni. Bocsánat? Tehát rendőrökként. Nem azt mondta. Mit mondom? Na helyes vitel. Azt mondta, odaadják a túszokat. Megint feltetőre szerintem, aki kint maradt. Új, és most az írrépas. Azt a picsa. Hú, gyerekek. Elhoz már arra. Kifelé mindenki, gyerünk. Még menjünk ki? Ja. Visszadulunk. 60 rendőr van kint. Hozzátok ki a túszokat? Túszokat hozzátok ki? Nem tudjuk, mert tartjanak minket. Nem, mert belmondna. Tartanak minket. Uram, álljon meg. Álljon meg. Most akkor nem mehetünk el? Ne akarnak rúgni. Jaj, bocsánat. Nyugi. Túszokkal fognak kijönni, most én akkor mi van? És mi a fasz történik? Hát mi a fasz történik? Hát ezt kérdezem én is. Elmondta, ezt mondom, jönnek ki a túszok. Ezt mondom. Jönnek. Igen, és cserébe mi elmehetünk, be vannak az elkövetők, de mi vagyunk az elkövetők. Szétlőttetek egy csomó embert, basz. Fasz! Egy embert lelőttünk, ez meg leszúrt a három emberem, ezért megyünk ki. A második szinten vannak, uraim. Igen. Második szinten. Ezt magyarázom. Bebülök, csak itt a kiírt. Jó, csak segítettek. Na, mehetnek befele, urak. Meg a hölgyek. Most engedtük ki a túlszakat. Ja. Ez volt a deal. És mi volt ebben, kivel egyeztetek meg? A Mester Dáviddal. Vagy Istvánnal. Most leközölt a dolgokat, de megegyezve nem lett semmibe. De szomorú. Akkor menjünk vissza, azt levelőzünk le őket ennyi erővel, mert előtt négy emberünk össze. Ja. Igen. Meg leszurkáltak. Ezért haltak meg a fiaink. Ezért. Kihoztuk a túlszakat. Hát értem én, hogy kihoztatok a túlszakat, de attól most a lőt is embertöltetek. Hát önvédelemben jó, hogy... Ja, hát nem rövünk munkára. Miért mentek egy ilyen bankba, amit rabolnak, hogy ne haragudj. Nem rendvédelmi szer vagytok, nem nektek kell ezt elintézni. Na valóban nem. Azért, mert hamarabb kiértünk, mint mondjuk ti például. Jó, hát, akkor visszamegyünk, Dori, visszamegyünk. Az biztos a legjobb megoldás, hogy visszamegyünk. Én egyetértek ezzel, akkor menjünk vissza. Jó, akkor gyerünk vissza. Mi az, hogy az emelet tele van elkövetőkkel, basszal mondtam rá. Hát sajtóhoz k Még tartanak minket fentről. Csak fenn a pali. Hopp, azt a fegy. Vigyázz fent, egy tényleg? Hajtót tarts, van az, de közelharc, még van lőfegyvere. Tehát az ajtónál van. Geci, kurva Q betű. Azt nem jó mondjuk. Mit, mi a baj? Mi legyen? Ez itt van. Próbáljuk meg berássolni az ajtót? Figyelni kéne fölfele egy embernek, akik mondjuk vannak a izénál. A főbejáratnál vannak, azok figyelnek fölfele, mi meg megpróbáljuk a hátsó bejárattól betolni rájuk. Kéne, nem? Tartják a lépcsőn. Hát az lehet, de hogyha meg... Az a baj. Ezt csináljuk, akkor ez két tűz nekünk. Az a baj, hogy... Ha be is futunk, akkor fentről úgy fogunk darálni, hogy annak semmi esélye nincsen. Meg a, most le is lőjük őket, akkor a rendőrök meg elvisznek. Ott a nő egyébként. Ott van lenne egy nő. Ez rabló? Hol? Ott van velem szembe, hogyha itt hátsó egyet kinyitod, ott van az óra alatt, ott áll egy Google. Konkrétan az is elkövető. Probléma, hogy... Szarják az embereiket. Az a csaja mi legyen? Tényleg ott van egyébként közel hozzátok az óra, ahol a túszok voltak. Anna. Ott van egy. Én befutok, fejből ősz kijövök. Nem kell fejből mi is tudjuk. Hasz fel kéne használni inkább, mint lelőni. Leszarik, előző csajt is leszorták. Hát akkor mehet fejbe neki. Szorkálni fog, szorkálni fog. Lőd le, lőd le.
Lőd le. Már késsel megy. Faszomat, meg innen jönsz leszurkálni valakit, azt nem fogjuk bevállalni. Lefegyverzés, hát ez nem hold. Opció. Meg hold, csináltok. Ja. Hát igen. Ott sem dobja, ott sem. Jász. Hoppá. Wow. Ugye ez hátad mögül. Tiszteled? Miért? Kik jönnek be? Azok a rendőrök. Hátul bejönnek a rendőrök, serifek. Visszaküldtek minket. Ja, parádés. Hát ez jó. Mondjuk gond. Hát keci, ezek is kinyírtak. Egy ember meghalt a serifek miatt. Ezek így megjönöm a serifeket is a faszom. Neki még azt mondja, hogy megmutat magam. És mi a fészkes fasz folyik itt? Igen. Baj lesz. Nagy baj. De bementünk, leszúrták négy emberem, egy ember. Megöltünk egy embert, aki leszúrta négy ember. Kiengedtük az összes kurva túszt, és most a rendőrök az én emberemet lövik le, uram. Hogy van ez? Értem, megöltem egy ártal ember, de leszúrta négy emberemet. Nyugalom. Próbáljunk egy tárgyalást összehozni. Azt én az előbb próbáltam, azt mondták, leszarjak rá, hogy börtönbe fog menni. Ki mondta? A Walker meg valami társa. Hasonlóan. Kiengedtünk vagy hat túszt. Konzultálunk, akkor még egyszer. Jó, itt vagyunk. Addig szüdetteljünk. De ne jöjjenek ki az emberei, mert... Nem, szólok nekik. Menjél vissza a bankba! Ne menjél ki. Most mondták... Nem, menj vissza, figyelem. 80 sheriff meg rendőr van hátul. Figyelj rám, nem, menj vissza. Jó. Hú, Getszom, hogy én nem tudom, mi történik, de senki nem tudja, mi történik. Se a rendőrök, se a felső emeleten lévő emberek, se a serifek. Mi a fasz? Ember, hogy ne tegyed? Tényleg? Hát én nem tudom, mi a Getszi történik, de... A rendőrök se tudják, mi van, a serifek se tudják, mi van, meg mi se tudjuk, mi van. Örökké fog tartani, mert meglőve mindig egyszer az embert, visszamegy és elbújik. Lehet, hogy nézik olyan, aki van, azt mindig cserélják a tévükhez. Honnan tudod? Hát látsz falon. Mi vagy te izé? Nagy volt. Hát nem néz ki rajt már. Főajtó házon előjön, mert akkor... Ennyien vagyunk, ahogy itt. Ennyi. Ja, itt vannak a cserélők. Hát sajtó, nem van négy ember, három. De nincs fegyver a izének. Tartsd be az ajtót. De hogy jött el így egy fegyver nélkül? Aki bent van elől, az ne lőjön a rendőrökre hátul. Csibicsi, mennyi eszed van? Hogy jöhetsz el fegyver nélkül bárhova? Hát, úgyhogy prospekt vagyok. Tisztelettel. És? Én mondtam neki, hogy minden prospektnek kell fegyvert hordania. Rendben van. Ezentúl mindig is lesz nálam kettő. Hello. Tisztelet. Tisztelet. A faszomat műveltek, Dori. Mi? Hát azt mondta a sheriff úr, hogy menjünk vissza. Vagy az emberek lelövöldözése fölött, az jobb ötlet, mint hogy elmenni innen. Sik. Nem, az nem jó ötlet, hogy kijöttek pratizni, meg rendőröknek képzeljétek magatokat. Nem, mi azt mondjuk, kimentünk elmenni, csak aztán nem engedtek el minket. Azt beszéltük, valakivel beszéltük, mi nem beszéltük meg, de mondtam, hogy elengedjük a túlszakat, cserébe elmegyünk. Azt mondta, jó leközli. Hát mi négy vagyunk előre. Ki nem mehettek el, hogy azt tudjuk, mi a szituáció, meg belövődözés van, azt meg kell értened. Hát én megértem, csak hát... Csak az történik. Gyere be, első ajtón. Jönnek na figyelj, az embered úgy jött ki, hogy na jó van, átvertitek, aztán pacsi, menjünk. Hát ez nem így működik, figyelj. Hát ne, ki a fasz mondta ezt? Mit tudom én, hát az ember így mondták, tehát igen. Jó, pillanat. Ja, fasz mondni a serifeknek, hogy átvertik a lövöldözést. Micsoda? Ki mond ilyet a serifnek, átverik a lövöldözést. Kik ültek minket, nem át. Nem mondtam, ők mondták azt, hogy menjünk. Átveszik. Nem tudom ti, hogy vagytok vele amúgy, de egy emberük leszúrt négy emberünket kell, hogy nem tudom mennyit. Jó, csak az volt a baj itt hát, hogy 10 ide jöttek a serifek, és gyakorlatilag nem tudtam, mit csinálni, mert három voltunk itt. Bármi múlik, én ezeket úgy lelőném legszívesebben, hogy... Ja, halló, itt vagy, halló. Mondom, mert a serifek kiküldték onnan az emberimmel hátulról, és azt mondták, hogy ők átveszik. Igen, onnan hátulról ki, mert azt mondták ott az embereit, hogy két tűz között vannak. És mondták, hogy ugye leszúrták egy emberedet. Vagy mi a szar négyet. Akkor leszúrtak négyet. Igen, és mi meg mondtuk nekik ezért, hogy akkor ők menjenek ki, nem lesznek két tűz között, mi elintézzük ezeket a gyilkosokat ott fenn. Ja, aztán meg a rendőrfelek azt utunkbálnak... mondta, hogy küldjen vissza őket. Azt most nem tudom miért mondta, de az utunkba állnak, ők nem rendőrök, ezt meg kell érteniük. Hát én ezt megértem, igen.
az nem jó, ha az utunk bárnak, és az se jó nektek, hogyha két tűz között vagytok. Hát ez tényleg nem, én csak azt sem értem, hogyha kiszabadítotok az összes túszt, akkor miért nem mehetünk el? Hát hogy nézd, értem, hogy itt ide jöttünk, itt konkrétan bentről folyamatos lövöldözés hallatszódott, meg hogy ez meglettőve, az meglettőve, az emberek meg úgy jönnek ki, hogy na intéztük, akkor átvertik, szavasz tesó. Hát ez... Kérdezzi Mandiát. Hát ez nem ez a serifség. Mutasd meg melyik nekem, mutasd meg melyik volt az. Faszom tudja melyik volt az, az ugyanúgy néztek ki. Ugyanúgy néztek ki. Jó. Na. Ki mondott ilyet a rendőr, a serifeknek, hogy ők átvertik, majd ők elintézik? Ki volt? Gettós prospekt, te voltál? Abból leleszúr, nem tudom, négy emberük, hogy mennyi, miért hagynánk amúgy, hogy átvegyék? Valaki ilyet mondott elvileg. Elég fura, össze-vissza kommunikáció van, én úgy érzem. Ki mondta? Kommunikáció csapdájába kerültünk. De is aki ki mondta. De is ki mondta. Na, szóval, mondom a szituációt. Bejöttünk. Aztán egy késesen elfogtunk 80 fegyvert valószínűleg. Igen. Elkezded leszúrni mindenkit. Igen. Nagy nehezen lelőttük, de addig oldalról lelőtték még egy barátom. A késes le lett lőve, nekem meg négy barátom, aztán azóta meg fönt ülnek a felső szinten, és lövöldözgetnek, lemegyek föl. És meg mit szeretnétek? Hogy ők hát kell legyenek mi kapva? Kiküldtük a túszokat. Nekünk, én mondtam az izének, annak mester is van, akkor mi kiküldjük a túszokat. Csak azt mondta leközni, csak aztán nem tudta leközölni három próbával, és össze-vissza mondogatta a dolgokat, nálunk van a pénzek, ilyenek, kur, semmi nincs, csak el akarom vinni a maradék emberre minden épségbe. Hát itt mindenki össze-vissza mondott mindent, az a helyzet. Ja. Így kellett volna kezdeni. Na, jó. És fent lövöldöznek rátok össze-vissza ezek az emberek, jó. Ja. Akkor figyelj. Jó, akkor menjetek. Ez így történt, akkor menjetek. Bum. Ennyi? Bejátszatok rendőrőt itt. Aha. Ja, na, igen. Nem így terveztük, csak szaruljad ki. Jó, hát azokat ott fel meg akkor mi intézzük, hol vannak pontosan? Hát az egész emeleten, de minden... Ja. Aha. Lehet, hogy most bemész, lehet lelőnek, már tartják itt minden oldalról. Igen, ez benne van. Jó, rendben. Akkor viszont Ralfi, köszi a szabad. A többieknek. Meg ezt a rendőr vagyok, meg akik itt serifek voltak, ezt felejtsék el, már nem serifek, jó? Nem tudom melyik volt, de... Ez azért ezt megegyeztünk Tyronnal, hogy ez nem így működik. Lehet, hogy egyszer valamikor így működött, most már nem. Micsoda? És már hallgatnak? Nem, én nem hallgatok senki. Én elmondtam a tárgyalás alapizét, én azt hittem belementem este is, ezért jöttünk fel a vatarakra és mentünk. Hát csak itt valaki minden információ hallgat... volt, amit csak azzal, amit te mondtál. Hát az parádés mondjuk. Na jó van, na figyeljetek, akkor menjetek, és azok meg ott megkapják a büntetésüket ott fent. Jó. Jó? Na, az mindenki szedje magát, azt mehet. Gyerünk ki, át, hátsó, gyertek ki. Jó, legyél. Minden motort vinni el, amit nem bírunk elvinni, zárjátok be. Jó. Kiderítetted, ki mondta, Doki? Hát a hátulsó négyből senki nem mondta. Nem tudom, kik voltak. Hát valaki hátul mondta. De melyiket? Hát a, jó, azt, akkor most már átvetitek. Átvehetik a helyszínt. Nem, minket szó szerint kiküldtek onnan hátulra, mert 12 helyeztek be. De nem az. Üldöző vagyunk? Azt hittem. Menjünk haza gyors, mindenki asztalhoz utána. Haza? Ja, beszélgetni kell pár dologról. Majd én is mondok pár dologról. Fogsa. Ezzel kapcsolatosan. Ott te kezded majd. Jussunk haza. Több is sebesültem, mi lettem, hogy akik előestek el? Fekszenek. Kezgeri, köszönjük eset írészem, köszönöm szépen. Köszi. Vináltam. Azt a egészséget és 30 falkás motot. Aztán ő meg elkezdett hodanászni idejóval. Na, nem jel, ott kaszabb volt, bazdmeg. Engedjétek el amúgy. Igen, engedd el. Mi milyen elengedők vagyunk. Tudom mit csinálni most. Erről beszélni lesz jobb. Rá. Ez a baj, tényleg a lefegyverzés nem működik. Legközelebb lőjétek egybe nagyon, szó nélkül. Tanulság. Akkor konkrétan utána ott volt az a nő, ugye ez, Berári osztottuk bele, hogy izé, hogy ő fogolj, meg adják föl magukat, azt le se szarták, amúgy ő lőttek.
Isnek voltak ezek amúgy. Jó, és láttam még. Biztos, hogy szerintem valami ilyen izék amúgy. Mint csak egy növendékek, mert másképp nem mentek volna késsel rabolni. Nem tűntek egy bandának, szóval tuti valami növendék izék. Ja, volt két csaj, múltkor emlékszettek arra, akik mentek a boxra, az a box meccsre. Voltak ilyen bukós is eskósok, vagy nem tudom. Azok lehettek amúgy. Cső mindenkinek, cső arcok. De jól leszartátok, hogy leestem a hegyről? Mi hegyről estél le? Fel se tűnt. Killer boy, köszi a 100 esélyt, köszi a ring. Nem volt egy egyszerű menet. Az volt a baj, hogy mondogatta a rendőröknek, hogy mit akarunk, és nem értett. Elmondta neki, megpróbálta berádiózni kétszer, mind a kétszer rosszul rádiózta le. Aztán meg a rendőrök full azt hitték, hogy full más. Azt hitték, nálunk van a pénz, meg ilyenek, és nyilván full más jártak hozzá a dolgokhoz. Hát persze. Hát mi meg hátul úgy álltunk, hogy voltunk négyen, Jackson volt a negyedikünk, de őt padlóra küldték, maradtunk hárman, bejöttek ránk 12-en. Be voltunk szorítva a sarokba, és igazából ránk láttak föntről is, mennyit volt az ajtó, meg úgy jöttek velünk szembe a rendőrök. Tésztele! Belöktek be azok a serifek, konkrétan a... Igen. Igen, valaki vagy? Hát... Egy pára kéne. Csak nem vagyok a kórházba. Jönnek. Te megvárjuk, hogy... Kalács... Nem várjuk, hogy Kalács mondja a mondani valót. Hát... Annyit szeretnék mondani először is, hogy most tudom, hogy itt jó pár ember rendőr, pár serif volt. Pont én ezt akarom. Most azért, mert valaki serif volt, és ő tökéletesen járta valakivel, nem kell emlegetni, hogy most ő hogy jár el veled, ő nekik már ez van tanít, hogy így kell eljárniuk, akkor ők így is fognak eljárni, és nem kell nekik emlegetni, hogy te így meg így jártál el, nálad az így volt helyes. Nem fognak megváltozni a te szavadra. Ez most mindenki vegye magára, aki kiszokott ilyet csinálni, vagy csinált ilyet perpil. Meg a másik, amit én nem tudom, párszor észreveszek mostanában, hogy van prezidentünk, van vice-prezidentünk, van SGT-nk. Azért hallgass meg őket, hogy ők döntenek, és nem most tegyük fel a prospect, vagy a member, vagy a team member, hanem hallgass meg őket, hogy ők mit döntenek, és hogy döntenek. Egyetértek, így van. Plusz, visszatérve a serifes témára, én értékelem mindenkinek, és Elif volt sok hónapig, én értékelem, hogy a csomó ismerős meg spant szereztetek, Dave-vel is az volt a problémám. Most már a másik oldalon vagytok, és hogyha egy ilyen szituáció van, akkor konkrétan, de akkor nem a spanod. Tehát nem lehet az, hogy oda mész, azt jópofizol velem, meg összehaverkodtok, mikor geci, lövik halomra a barátainkat, és a serifek meg fogják ránk a fegyvert, fegyverezik le a félklubot, még elkezdjük velük spanolgatni. Tehát ezt azonnal engedjük el, így még most el kell zárni ezt. Tehát ilyen szituációban személyes kapcsolatokat teljesen engedjük el, azon kívül, hogy mit csináltak velük, elmentek ők kocsikázni, beszélgetek, leszorom, ilyen szituációban, klub az első, tök mindegy, kivel vagytok jóba, akit kedveltek, ilyenek. Szóval ez legyen még prioritás, mert ez is triggereld. Most itt a serifeket is, nekem is Walker, meg engem is felbaszott nagyon. Meg nem tudom, ki mondott ilyet, hogy átadjuk nekik, de mi vagyunk, mi izék? Piskásaik? Majd én megtárgyalom velük, hogy mi lesz, vagy majd Doki megtárgyal velük, hogy mi lesz, addig egy kurva szót nem szóltak, amíg mi nem mondunk semmit a rádión. Hát az a baj, hogy itt ki kéne rejteni, hogy kik oldal konkrétan, mert most... Érted, én voltam sheriff, de én kurvára nem pofáztam nekik amúgy egyáltalán, tehát... Mondom, hogy... Nekem mindegyki volt, csak akkor vagy várja magára, vagy akkor ne szóval máskor így random a sheriffek, mert álljon neki beszélgetni. Várj, még oda megyek fel Donny, vagy Kai, vagy Doki, és ők döntenek majd az egészről. Hát egyébként nem volt sok döntésünk ott hátul, mert konkrétan ránk tolták kell, hogy 12-en. Kihoztak minket, most szedett fel minket a mentős kántorra.
Tehát szerintem most valaki előbeszélhetett velük, mert a hátul kurva is, hogy nem beszél senki velük. Jó, Jan, frak Jan. Lövöldöztük le fel az embereket a szerintem szerint akkor beszélt valaki, amikor először kimentünk, hát és senki átbeszélgett a rendőrökkel, vagy valaki beszélt a rendőrökkel. Ezt fixen bárni váltani. Ez szerintem is igen. Én mondogattam, amit mondani akartam, csak a rendőrök nem tudták lerádiózni rendesen. Aztán ott indult a probléma. Meg az, hogy valamit ne ütéljük fel, nem úgy megy, ahogy kéne, akkor ne állj meg izé beszélni róla, hogy de szarok, meg így szarok. És lehet, hogy nem olyan napjuk van, lehet, hogy nem úgy megy nekik. El kell engedni, azt kész. Mi is vagyunk mindig a legjobb passzunkból. Jól beszélsz, Kács, jól beszélsz. Nem csak ez engem is felkúrt, hogy nem itt volsz. Igen, tehát ugyanúgy üldözés és egy üldözés sheriff, tehát a Davy is olyanokat csinálgatott, hogy üldözte egy sheriff, azt hívogatta fel a sheriffet üldözés közben, hogy gyorsabban már meg ilyenek, tehát ezeket azonnal csináltatok ilyet, vagy csinálni akartatok, hogy eszedekbe jutott, az azonnal engedjük kell, mert ez kritikus, tehát a realitással lehető legmesszebb el, igen. Azon nincs semmi baj, csak beszélgettek velük. Most nem is mondom, hogy ezt most konkrétan valakire gondolok, csak úgy összességében mondom. Szomorú, mikor ilyen komoly témákat feszegetünk, az a helyzet. Nem szomorú, csak muszáj néhelyet is meglépni, hogyha hát, valaki nem hát jön szóból. Azért szomorú, mert ezt nem kéne felhozni. Igen, tudni kéne. Só 25 dollárra fizud még egy két hétig. Ja. Szegény. Neked lesz jobb selfie trifóéknek, mert idióták is oda is jönnek. Jó. Ha akarsz selfie-ket közgetni, megadom Raúl számát, ő is benne van. Nem közgetek senkkel sem. Helyes. Jó. És akkor most még megy Arkadiusz? Nem rángattam az a pofonfát. Most viszik az Arkadiuszt. Meg igen, ezt most kihagyjuk. Ja, pihenünk egy kicsit. Meg majd tartunk egy megbeszélés még ma. Szerintem, vagy hát már lehet inkább holnap, de valamikor még, hát szerintem a jövő hét elején akkor. Mert kell. Tehát aztán majd összegyűlünk, reméljük már mindenki visszajön a szabadságról, meg minden onnan, aztán megoldjuk a dolgokat. Előle még marast ismert egy jó. Ja, végül is igazából. Még csak 9 óra van. Jó, mert ma is igazából egy ilyen 10-kor. Lehet az lenne szerencsésem, mert Connor meg Cooper az, nekik a jövő hét az teljesen. Ja, vágom. Jó. Meg nekem még annyi, hogy most lehet, hogy nem annyira veszik komolyan mostanában, de régen például sokkal komolyan vettük a hierarchiát, hogy szerintem kicsit visszatérhetnénk arra kicsit jobban, hogy mondjuk tegyük fel egy azért a rang kicsit valahogy szigorúban egy emlékező. Kicsit telefonálj, de figyelj. Hello? Be tudod hozni stebbe? Be, persze. Jó, köszi, bocsi a várás, csak problémák voltak a Nemzeti Bankba. No probléma, egy perces ott vagyunk. Köcső. Hát akkor legyen úgy. Igen, ennyire egyszerű, de én nem is értem, hogy ezt hol veszett el. Tehát még egy prospekt úgy fog hozzászólni, mint CBG párszor hozzám szólt, fejbe lövöm. Tudjuk, a prospektek kibaszad inasok. Tehát a legtöbb prospekt tudja is amúgy. Ha memberek leszek, akkor talán lehetek valakik, de még nem. Ennyire egyszerű. De jó, már vegyük át ezt a faszom speed szállítmányt, aztán én lepijenek. Pénzt hoztad rá? Hát, majd kiveszem a kasszába. Mennyi van az? 200x800, mennyi 800 dollár? 800 volt a 850? 800 volt és 160 ezer az egész. Ki az, akit rég láttunk? Rég láttunk? Hát ja. Danny volt az, aki ugye most egy kicsit még ilyen elveszett várányka. Igen. Első héten mondjuk az nem túl jobb benyomás, a pizzás prospekt. Ja. Hát ja, sorry. Én akkor láttam utoljára. Ray jelezte, hogy nyaralást vett ki, vagy ilyen pihit vett ki magának. Jó, én szeretném megcsinálni sót amúgy, mert csinálja a raktárat is, meg aktív is mostanában. Rossz egy. Na, só. Na, só itt az ide, hogy bizonyíts. Csinálta a hülyeséget, de hogyha most itt raktárazgasz, csinálod így. Jó, meg mostában, hogy tényleg nagyon aktív vagy, meg még mostában normálisabb is vagy, de ez... nem is értettem ezeket a reforce selfish dolgokat, de mindegy. Ezt mondta, hogy küldöztet neki, hogy... Már megint mi? Falról, tehát... Egy falról nem hittem, hogy oda jönnek, meg semmi, tehát... Mindegy.
Ja, hát jó, akkor vegyük át a speeden. Ja. Jó, fasza. Meg akkor majd szerintem tartom még egy megbeszélést ma. Jó, mi kell beszélgetnünk itt, mert most valamivel most itt van, elcsúszott, az sok új emberünk van aztán. Oh, hello! Hello! Hola! Vagy csak növöldöztük a nemzetibe, aztán voltak problémák. Szíverádukban van minden, itt ebben a napjökben. Pakoljatok! Hova hátráltunk vele, mert ott a csak raktáron. Csak nyugodtam. Figyeljetek csak, addig egy kis borítékba oldalam, akkor 160 ezer, ugye? Uh-huh. Így. Ja, köszönöm. Támad meg azért. Átnézem. Rendben leszünk. Jó lesz. Remek, remek. Jó van, köszi szépen. Bocsia, várattatásért, csak szarul jöttek ki a dolgok. Nem, baj, úgyis volt dolgok. Akkor nem érdekel itt csirkés üzlet önöket? Á, nem, az nem sajnos. Fegyver nem érdekel? Mi adni 10 csirkét, szi. Önök adni 5 darab heavy pisztoly, szi. Doki? Á, csirkére nincsen szükségünk. Kettő csirkés van. Szi, Lenny 20 csirke. Pedig itt látni sok füvet, szi. Lehet tud legelni csirke. Két lyukúak, két lyukúak. Adni 20 darab két lyukú csirkét, szi, és kapni cserébe 5 darab heavy, szi. Persze, hogy menjen. Legyen. Akkor... Akarjátok 5 heavy-t létszerűbe. Nincs is a magtartójában. 5 heavy-t. Kapunk érte 20 két lyukú kolumbiai csirkét. 20? Szi. 20. Szia, meg az egész házat. Chibi-G-nek kell majd gondoznia őket. Most picit kiégetett ez a szituám, hogy nem is az, hogy kiégetett, hanem így megzavarodtam teljesen, Gatsz, teljesen. Felbaszódtam. Szasz, Dani, csőcső. Szasz, Kaur, csőcső, mindenki arcok. Nagyszerű, nagyszerű. Szívrád, hol lenni? Szi, hátul lenni, pahadál. A másik, szi. Hátra vitték. A csirkék vannak. Mi lesz-e van valami? Hát 3 órája megy a stream, úgyhogy már volt elég sok minden, hogy összítelek. Nem is az, hogy lesz-e valami. Szász Gusz is, hogy csőcső halonda, itt amúgy cső. Csettel felejtsétek felkét a GBB-jel, be tudtok csatlakozni a nyeremény játékba. Van egy hetetek belépni, minden nap látottok nyomni a G2-es nyeremény, vagy a nyeremény szószra, ugye be tud követni Instán, meg fel kell jönni Discordra, az is egy nyeremény, fel kell DC, Discord.gg.suri, az is fontos, lépjen be mindenki, valamint a Twitch követés. Máskor nem érdekli? Dani. Nem, egyelőre nem. Jó, ha bármi kell, hívni fel. Jó. Kokainunk van elég, csak ezek az idióták, meg az a baj, van valamivel egy csomó, de nekik nem elég, úgyhogy több kell. Az nem baj. Hát ne. Ja, ma baj, mert minél több van, annál jobban pazarolják. A jó cucc az hamar elfogy. Ennyi van. Hát, csak sokan függők lesznek már így is. Persze. Azok jó pára, úgyhogy... Szia, azt nem lenni baj, akkor tudni hozni még. Megvan az 5 heavy? Van minden. Fassa. Nagyon, hol a csirke? Mindent érkezik a csirke, másik szmagyó. Hoppat, látom, jön. Most jönni bekapni. Szerintem. Már itt jön. Már itt lenni. Hát, hogyha van épp kettő olyan ember, ki áér, mert eljöhetne hozzánk ide. Kórházba. A csávó rádiózottam úgy. Menjetek el értük. Leszúdana át. Hány ember jön? Itt van benne. Semmi probléma ne legyék. Nyugodtan számolni át. Ugyan nagyon csípni, nagyon csípni. Meg egy 3-5-4-5 és autóval. Úgyis jó, az a 6 személyesít amúgy. Négyen vagyunk. Kik mennek még egyszer? Hát ugyebár a csáv, aki leszúrta, na hát az itt rádiózott. Jó, az nem az mond, csak hogy kik mennek oda tőlünk. Kalácsot láttam. Valaki hozzon még egy dobozt, nem férnek bele a csirkék egybe. Én nem indultam. Balázs, te vezeted azt a csapatot, oké? Hogyha bármi van, téged kell meghallgass. Akkor egy prospekt üljön bele egy 6x6-ba, mindenki más motorra. Vagy ne? Nem, mindenki más motorra, egy proszok belül egy 6x6-ba, azt megint az van. Végzünk mára. Illetve aki ugye késeskedett ott az elején, az úgy ült be a mentőautóba, hogy hát ilyen verebek mellé nem ülök be. Hát akkor elkapjuk. Arra, hogy kérnek, akkor ez a fagdász fejezd le. Jövök én is. Jó van, chat. Köszi szépen, hogy itt voltak a mai streamen. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Remélem, jól éreztétek magatokat, hogy egész jó volt a mai RP. Azt mondom, egészen... nem, slot már nem lesz, az no way, mert amúgy mehetne, de nem. Hogy áll a hajam, te jó ég, el kell menni fodrász, azt te jó ég.
Jó van, köszi szépen, hogy itt volt a chat, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet a mai streamen, a mai élőadáson. Miért vagyok ilyen világosabb, hogy nem vettem volna lejjebb az izét? De lejjebb vettem. Akkor nem tudom, hogy vagyok ilyen világos, nem álljátok. Még amúgy is vége a streamek, szoktak mindegy, de nem szoktam ilyen világos lenni. Köszi szépen mindenkinek a szavakat, csíreket, minden egyebet, azt a mindenségét, nagyon sokan itt voltunk ma. Köszi minden mindenkinek, legyetek jók és adásokat, hogy szóltatok, és hol... Bocsánat, holnap találkozunk 6 órakor este, legyetek jók.